Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, pár perces indul a live. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szia Apex, szia Marcel, szia Falko, sziasztok srácok! Elsősorban gratulálok mindenkinek, aki most ballagott el a 8-ból, illetve a középiskolából is. Azt hiszem, hogy ott is megindultak a ballagások, szóval sok sikert mindenkinek a továbbtanuláshoz. Antikának külön ő is most ballagott, illetve amit látjátok itt a kezdő képernyőből látjátok ezt az Everpapi Gaming-es YouTube channel-es kis kiírást, azt Antika csináltatta a saját traktorára, ki is raktam. Úgyhogy köszönöm szépen a promót, Antika, neked is. Na, hát ott tartunk, hogy a Views Up TZ, hát most már szinte kész.
kapott egy egyedi hangot, amit Batapalinak köszönhettek meg. Hát nem egyedi hangot, készített hozzá egy hangot, amit igazából most publikussá fogunk tenni. Meg fogjuk hallgatni, meg fogjátok hallgatni, megnézzük, hogy milyen lett. Illetve a Kárász mapot most feltöltöttem dedikált szerverre, ott tesztelgetjük, ugye ott még a vonatok nincsenek a dedikált szerverhez hozzáigazítva, illetve egy-két dolog még nincs hozzáigazítva, ezeket is ugye teszteljük meg, ezek meg lesznek csinálva, nem kell megijedni. Ugye szóló karrierben szoktam róla live-olni, ugye ott működnek meg minden, de ugye a dedikált szerverhez kell még egy-két elérési útvonalat megnyitni nekik. Úgyhogy megyünk ki, és jönnek a srácok is, adok nekik hangot, itt vannak Discordon velem. Egy pillanat, és már adom is nektek az élő képet. Itt is vannak a srácok, sziasztok! Itt vannak a srácok, srácok, és akkor megyünk, és megnézzük ezt a Kárász mappot, hogy mi is a helyzet, illetve a traktorokat, amik megosztásra fognak kerülni a Kárász mappon. Na, nézzük. Hát igen, itt lenne elsősorban a Vivis MTZ, és egy másik MTZ, mégpedig van Kiskovásnak az MTZ-je lett megvalósítva a játékban. Én mondjuk most sárga felliket raktam rá, de nem így néz ki. Nézzük is meg ezt a oda szép járgányt. Elég jó széles tappancsokkal van felszerelve a kis gépjármű. Illetve elő, milyen gumik ezek, Petya? Azt hiszem, mint a BKT. Nem BKT Nem, hangban, az de első gumik. az Azok mi is? belsina, az első az belsina gumi. Belső. Hát ugye. A kiskovácsos én meg izé van. Elő azon kamagumi van. Hátul az azt hiszem BKT. Hát nem BKT kiskovácsos, belsina szerintem. Elég jó széles kis gumikkal rendelkezik. Hogy őt is megmutatom nektek, kerülünk vele egyet itt az udvaron. Úgy, ahogy kell. Láncszerű. Nem rossz kiállás, kis MTZ. Jól néz ki, barnás színbe választottam. Most így jelenleg ez ennyi lenne. Hát és akkor itt van a Vivi MTZ-je, dupla gumis konfigban nem fogjátok megkapni, tehát dupla hátsó gumis konfigban nem kapjátok meg, csak dupla súlyos konfigban kapjátok meg. Ugye minden matrica, illetve kisebb kabin kiegészítő dolog szerepel rajta, egyetlen egy matrica nem szerepel rajta. Ma is írtam vőnek, azt mondtam, hogy lefotózza, mi nem ért ide a fotó, mindegy. Nem lesz rajtam, megkapta a légszűrőházat, ugye, amit használ, ez Balázs legyártotta hozzá. Szia Laci, hello, hello, szia Antika, szia Petyus, úgyhogy így néz ki a A dolog. Balázs a levegőszűrőt, én meg csöveztem utána tovább vele egy Igen, kicsit. így van. Közösen a srácok itt létrehozták ezt a gépet nagy nehezen, képek hiányába, de megcsináltuk. Meg lett nekik csinálva, meg lett nektek csinálva, úgyhogy remélhetőleg, hogy tetszeni fog mindenkinek. Na, hallgassuk meg a hangját, ezt pedig Batapalinak köszönjük szépen, hogy megossza veletek ezt az egyedi hangot. Ez pedig így szól. Ezt az MTZ-t ide fogjátok megkapni hozzá. Hát nagy vonalakban megpróbálták a fiúk revansolni, ahogy sikerült, úgy sikerült. Ja. Hibamentes az biztos, majd most letesztelgetjük, fordult vele szemet. Lesz egy kicsit egyedi hang is végre nektek, nem mindig ugyanazok a lerugott MTZ hangok lesznek, ezt meg ugye Batapalinak köszönjük szépen ráadásba. Kitettek magukért a fiúk, aztán majd folytatjuk, még meglátjuk, hogy melyik gép lesz majd soron következő. Augusztusban leállnak lesz 3 hétre, hogy akkor nem nagyon lesznek live-ok se semmi se. De elég jó kis MTZ hangja lesz. Igen, csak hogyha elugraszál, akkor csak csinálsz majdnem. Akkor igen. Hello. Lesznek. Megyünk, és akkor mindjárt megmutatom a mappot is, ott is vannak változások. Ugye mindjárt mutatom nektek, csak most már kivegyek a földszínű. Kombájt, velem szartok a persze. Dösd el, kukoricát akarsz, vagy mit szeretnél aratni.
hogy látom, hogy itt az ülés nyitogatnak az útszajtól, hogy kanyarodtál vele, hogy ment az ülés kicsit csúsztál kötöttél. Szia Krisztián, hello, hello. Ide félre parkolok, itt van kukorica, van szójában. Nagy gyanít, hogy napraforgó is meg eldöntök a fiúk. Mit is szeretnének. Úgyhogy egy ilyen egyedi hangzást kapott a dolog. Akkor nézzük a térkép, miket kapott. Na, hogy akkor itt hogyan állunk a térképen, még rengeteg munka van vele, tehát még ez még mindig nagyon-nagyon beta verzióban van, de haladunk. Most gyalog megyek, ugye itt a bokrok ki lettek cserélve, ugye megcsinálva a fásítást, illetve kapott a map bal oldalt láthatjátok, lett egy kapu kinyitva, itt majd ugye természetesen a füvet visszafogjuk. Ez bele van építve a mapba, ha a területet megvásároljátok, akkor a szőlőt tudjátok szüretelni, tehát nem kell lehelyeztetek semmi, ezt Balázs megcsinálta, tudtok róla gondoskodni. Több helyen a mappon ugye ez megvan már csinálva, illetve lesz nekünk egy, most ugye a korompa le van zárva, azt érzékeli jár a vonat, de multiba még nincs be iktatva, de itt van egy vonat, még a tehervonat nincs itt, majd az is megjön, vagyis ide hívom, akkor majd felnyílik a sorompó. Azt hiszem, hogy bent van már vonatbérlésre, így kibéreljük, megnézzük, hogy ide jön-e. Nem biztos, hogy működik multiba, mert most van először dedikált szerverre feltöltve a map, hogy itt még ott van az első teszt. Na, mellette fogtok kapni, ugye ezt tudjátok, egy babona mag szállító, tehát lesz magszállítás a mappon, leadott terményt, behozzátok ide, kiszállítjátok, drágább pénzért fogjátok tudni eladni. Ugye itt én úgy gondoltam, hogy a szállítás majd, de ez még nincs beüzemelve, még nem működik, van neki valami hibája, Balázs keresi rá a megoldást, majd az ki lesz javítva. Ugye itt fog kiömleni belőle a tisztított mag, ugye, és innen pedig már azonnal tudjátok átvinni a vasútra, és a vasúton pedig ugye a rakodóval, ami ugye úgy szintén meg lesz osztva, az pedig mindjárt meg is keresem, az a szalagoknál lesz. Azt mondja, hogy futószalag rendszer, és itt is a kis aranyos Optirak 150M, ezt is meg fogjátok kapni ugye a mappal együtt, és igazából, mint a való életben, nálunk például a TS-ben ugye ezzel a ifával hordták a tisztítóból, és akkor úgy nálunk mondjuk berakták épületbe, de ti meg innen átvisztek a vasútra, és akkor be tudjátok vagonozni, ahhoz meg mindjárt le csattintunk egy, jaj, a traktort elhozom, és akkor rárakjuk. Aztán ennyi. Illetve lett új sorompó ide helyezve, ez Balázs munkahely annó ilyen sorompó volt, aztán gyorsan lemodellezte, megcsinálta, nem pocsolt a fiú. Úgyhogy elég jól haladunk, lépünk előre. Na, na, laggoljál, laggoljál. Ugye ez az MTZ is így osztva lesz. Tehát fogtok kapni két MTZ-t, a mappot, illetve meg fogjátok kapni azt a rakodót is hozzá, úgyhogy 4 az 1-ben lesz. Nem semmi a dolog, nem semmi, kitettek magukért a fiút, ugye? Én most például erre rácsattintom. Akkor tudtak a tehervonattal ugye szállítmányozni, lehet majd fát is vele vinni, cukorrépa, illetve hát mindent tudtok, tehát a tehervonat mozgóképes lesz, nem úgy, mint mezőfal, nem, hogy egyből eladja, hanem viszont itt nektek kell eladni, kiviszitek fel, hoppa, nagy volt a lóerő. Úgyhogy 4 dolog lesz, 4 az 1-ben. Hoppa, én a vágóasztalod az ide teremtett, mert átraktam a sokat. Rakd át a magadhoz, azt állíts vissza, azt jól is lesz. Ez az MTZ is nagyon pacakul néz ki. Nagyon tetszik. Meló. Ült rajta. És akkor ez így fog működni. Ezzel pedig tudtok majd vagonozni. Ennyi. Ennyi lesz a szituáció. Csak a rakd át ilyenkor a shopot, azt úgy tudod visszarendelni. Igen, ilyenkor, amikor fel van emelve, akkor az az egy kerék a levegőbe így forgolászik, de így nem látjátok? Így tökéletesen. Nem mondom már most, hogy kis próbálkoztak, milyen izé van az elején.
Milyen felmi? Hirtelen nem jut eszembe. Na, jól néz ki. Jól néz ki ez az autézi. Mivel nem kaptam, ugye a Csajszitól nem kaptam értelmes választ, hogy milyen felmit rakott rá, mert nem tudta, és hogy milyet rakott apukája rá. Így azt én ugye a Scrossnak a kerekének néztem, ugye. Vagy Crosscombat, vagy Crossfire-ot, a felmének. Itt pedig a Vivi MTZ. Ez az, hogy a hanggal lesz megosztva. Még egyszer elmondom, aki most jött. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ezt Hello. most Bata Palina köszönhetően megkapjátok ezt az MTZ hangot. Legyen egy kis újdonság is sok ember számára, illetve csak mondjuk ki az őszintét, egy traktoros lánynak a traktorja. Még ha nem is úgy működött velünk együtt, ahogy mi szerettük volna, de megérdemel ennyit, én úgy gondolom, nő léttére. Úgy gondoljuk a srácokkal. Úgyhogy mondom, az egy matrica hiányzik. Ezt sajnálom, kértem, ma is írtam neki, azt mondta, küld képet, ezt azóta is küldi. Tehát innen egy matrica hiányzik. Ennyi az egész dolog, ami meg dupla kerék konfiguráció nem lesz az MTZ-n. Hello, hello. Nagyon jó lesz. Na, örülök neki. Hát meg ugye az Ádám Laci is az könnyebb volt, mert Lacinak írtam, adott engedélyt, kérdezte, van-e fényképet, mondom, egyelőre van, mondom, azt írtam neki akármikor, küldött mindenről képet tulajdonképpen, az igaz, hogyha egy nap csúszásra kettőbe, de legalább ő küldött is. Lucerna beépítve álmodba, itt még az erdők fásítva lesznek, ugye lesz, én ide már kitaláltam, itt van ez az üres hely, én úgy gondolom, hogy ide nem fogunk fát rakni, hanem úgy feelingesen itt lesz rakva egy birka legelő nektek, egy nyitott birka legelő, mint annó a, melyikben is csináltuk, azt hiszem, hogy a paraszt mappon. És itt lesznek a birkák. Úgyis a birkákat úgy szokták legeltetni, hogy az erdő alatt, itt ott, tamott. Úgyhogy itt lesz egy birka legelőtök. Ez egyszer biztos. Lesz a mapon kialakítva még egy tehéntelep. Tehát van az alap tehéntelep. Azon felül kialakítunk, még nem tudom, hogy hova, egy nagyobb tehéntelepet. Tehát ahol egy 5-600 marhát, tehát ekkora földek mellé nyugodtan lehet egy 5-600 marhás téma. Úgyhogy azt is fogunk nektek beépíteni, illetve lesz még egy disznótelep is beépítve, ezek mind pluszak és eltérőek, illetve a mod neve, az az eredeti nevet kapta meg, mivel ez nem akár az településről szól, hanem köblényes és mi a másik? Help me please. Nem tudom. Szalapnak és köblény. Micsoda? Szalapnak, köblény. Szalatnak, szalatnak, mindig elfelejtem a szalatnak témát. Ja, Olyan a furcsa a mapszél, neve. igen, a mapszél az megkapta ezt a papír textúrás dolgokat, tehát így közelebb lett hozva, lesz még ide egy-két bokor, ilyesmi, ahol ilyen nagyobb terület van, ilyen helyeken bokrokat majd még fogok behelyezni. Ezt raktuk be, mert fával akartuk megcsinálni körbe, sűrített fával, de az a helyzet, hogy az nagyon-nagyon visszafogja az FPS-t, úgyhogy ezzel nem kilódunk. Na már jön is Tibi batya. Úgyhogy igazából ennyi, még lesz, még biztos, hogy egy hetet igénybe vesz. Tehát én inkább azt mondom nektek, hogy 2 hét múlva, a hétvégén lesz ez a map elérhető, tehát inkább jövő hónapban, mint ebbe a hónapban. Ugye a fóliasátrakat mondtam még nektek, hogy ezeket kicseréljük működőképesre, hogy lehessen ezzel is foglalkozni, illetve ugye itt is van egy telep. Lehet, hogy itt lesz például a disznótelep kialakítva, mert például ez egy síktárolónak tökéletes, be tudjátok rakni a krumplit, meg a cukorrépát, úgyhogy valószínű, hogy ez lesz egy disznótelepnek kialakítva. Mást úgy annyira nem terveztünk. Tehát egyébként a map szélét ilyenre terveztük, mint itt, amit láttok, ilyen besűrített fával, de ez annyi rengeteg, hogy ezt nem lehet lepakolni, tehát maradtunk a papírnál. Ezt nézzétek el nekünk, ezt igazából saját magatok miatt is csináltuk, az FPS miatt, mert tényleg egy 15-20 FPS nekem is visszadobott, ahogy a Nem tudom, első sorban.
Hogy gondoltuk, Laci? Csak Igen? nekem ilyen szép szebbett a játék a frissítés óta, vagy csak már 4 hete, hogy nem játszottam. Szebb is, meg most nincs annyi lag benne. Jó, most a vásároltak Igen. benne, amúgy nincs lag, nincs annyi mikrolag. Tibi, aradsz? Én? Fel, ha mehetek, majd minden, most léptem be a falamba. Úgyhogy így néz ki a dolog. Van valami kombány megvéve? Nincs, de vegyél valami kicsit nagyobb bacskát, amivel haladtok is. Jó, oké, rendben. Úgyhogy most elkezdjük, letesztelgetjük nektek, a beépítéseket még jövő héten megint csak tesztelgetjük. Ezért működik a... Mi? A... Mondjad már a sorompró. Itt köblényesben igen. Ott szalaknapon nem tudom, hogy fejlődött el, ha meghívtam a donatok. Itt az előbb jó volt. Itt már megy. Hát lehet, hogy izé, mert ezt szoktál azt mondani, dedikált, hogyha újraindítom a dedikált szervert, akkor utána megjavul. Most azt hittem, hogy először, hogy be se rakta a vonatokat, de berakta mégiscsak, mert meghívtam a vonatot. De nincs benne régi buddy. Jár a jó Istenet. Nincs, semmiben nincs benne. Még úgy nincs le húzva. Nem lesz ez rossz ez a map, én ahogy elnézem. Elég jól. Jó az FPS ja. is, tényleg akadásmentes. Sarat még beleépítjük, azokat a nagyon mély kutyagödröket, vagy disznóellető gödröket majd egy kicsit feltöltsük. Ne legyen annyira mély, hogy a MTZ-t elnyeri félig. Úgyhogy... Hát igazából én úgy gondolom, hogy jó, jó lesz ez. Én néztem képpótkocsival valamelyik nap, ott a videómban ott néztem, simán el tudtam menni képpótkocsival, be tudtam fordulni. Kicsit szűkek a köves utak, de nem vészes. Ott van napraforgó, hugoriza minden antik asztalatunk, amit kedvetek van. Én voltam. Úgyhogy a szőlő is megtalálható lesz. Minden is. Ez nagyon jó map lesz. Ez megint egy jó map lesz. Itt a szőlő, tudtak vele gazdálkodni. Jó, antik az is jó kukorica. Itt valahol eltűnik a tehervonat félúton, az nem jön csak ide. De hogy bejött? Bejött. Csak ez a sorompó nem nyílt ki. Na itt a sorompó nem nyílt ki be. Ide be tudtok ülni. Ugye hát nem a legszebb belülről, de nem is kell ezzel foglalkozni. Ugye nyomtok egy F1-et, akkor látjátok, hogy hol van a, melyik kocsin van a dolog, és akkor ki tudjátok nyitni a ponyvát N betűvel, az első 3 gabonát, a másik 2 napraforgó cukorrépa, illetve az utolsóba pedig tudjátok rakni a, vagy tudtok rakni fát, úgyhogy mindjárt ezt le is fogom nektek, kicsit így megmutatom a tehát ott szerintem jobban jársz, ha átrakott Tibi, mert az már fog felnyitni. Na, tehát, ja, hogy én jó. úgy gondoltam, de nincs hogy... benne régi buddy, át is mehet. Vagy átmegy? Nem tudok átmenni. Nem enged át. Az a dedikált szerver fassága, majd újra kell indítanom. Na, én például úgy gondoltam itt a magtisztítás dolognál, hogy ugyanállom mindig ifával álltak alá, vagy EB7-essel, de én most ifával fogok, hogy mit tudom én. Veszünk egy ilyen ifácskát. Te nem tudnád azt az autót. Suhan! Úgyhogy mindjárt keresek neki. Itt van egy ilyen. És akkor megmutatom, hogy én mire gondoltam. Hogyan is kell, vagy ez nekünk fog működni. Elméletileg úgy fog, hogy ide öntitek be ugye a magot előre, és itt pedig ki fog folyni, meg lesz neki az animáció. Szia Bazsi! Tudom, hogy nem működik a szárító, tudom Bazsi, tudom. Na, szóval, hogy ez úgy működne a való életben, hogy itt kiengedi, hát a való életben is, meg itt a játékban is ez úgy fog működni, hogy itt ki fogja engedni a cuccost, ahogy a tisztított magot. Ugye ide álltok alá, megnyomjátok az R betűt, ki fog jönni, és akkor ez PLS úgy fog történni, nálunk legalábbis annól ez úgy történt, hogy ezt fogták, most mondjuk búzza, ez a letisztított búzza lesz, majd ennek van külön ikonja megszerkesztve már minden, az is készen van. Ezt fogom magamat szépen, és akkor megyek át,
ide, mi nálunk végül is ilyen síptárolóba rakták, de ugyanezzel az elvel, volt egy ugyanilyen ifa, méghozzá szürke volt nálunk is, és akkor fogták magukat, átvitték a tárolóba, de mi, ugye mivel tisztított mag lesz, eleve több pénzt kaptok érte, meg ha a vonatra verakjátok, akkor is több pénzt kaptok. Úgyhogy mi most ezt szépen lefogom nektek itt mutatni, hogy mire is gondoltunk, hogy hogyan is fog ez így működni. Nagyjuk szépen, traktort beállítjuk oda, ahol kell, ugye ezt is kapni fogjátok, ezt a módot is a játékhoz. Így. Ezt szépen ide beirányítjátok. Belepakoljon. Benézitek, így, nyilván működik is. Nyomtok egy B betűt, ez ugye indul. Jöttök szépen a kis ifátokkal. Ez ugye pont úgy van megcsinálva ennek a gépnek a zürítés sebessége, hogyha rakodó nyíláson keresztül töltitek, mert ugye elméletileg este ilyen széles, tehát ez a valóságban is így van. Ide álltok írja, hogy buza töltése, akkor elméletileg megállás nélkül elgyőzi szedni, látjátok? Ha ezt pótkocsival csináljátok, akkor meg fog állni a töltés, ha csak nem rakodó nyilláson. És akkor ez így fog kinézni, srácok. Ez így fog kinézni. Most a már vissza lehet húzva. Vissza. Tisztítóból áthúzzátok ide, és akkor ide bele fogja pakolni, csak na, ott van, látjátok? A vonattal előrébb tudtok állni, mindjárt beleugrok nektek, megfogjátok. Először indítsd el a motort, el is indítottuk, ott szépen pörög benne a ventilátor, azt is megcsinálta Balázs. És akkor fogjátok, előrébb álltok, és akkor így kúpozódik, mint a valóságban. És ugye ezt el tudjátok vinni, le tudjátok adni, ott felül látjátok, kocsikra van osztva. Ez a három babonás, ebbe tudjátok tárolni, és 90.000 liter tud eltárolni egy vagon, és amikor mondjuk jobb ára lesz a dolognak, akkor fogjátok magatokat, elviszitek, leadjátok személyvonatot, ugyanúgy tudjátok használni, ugyanúgy lehet vele rohangálni. Szóval egy ilyen alapelven lesz ez. Így találtuk ki, szerintem ez nagyon baszó kis ötlet lesz, nekem nagyon átjön, nagyon feelinges, plusz ad a játékhoz. Ez az igazság. A sorköz művelőre visszatérve persze, hogy ránézünk, csak most más projektek vannak, szóval most azzal foglalkozunk. Ez pedig fát tud szállítani, ez is ugye drágábban fogjátok tudni így eladni, ha fát veszt, vagy kivágjátok, és akkor... Mondjuk a mégföldön vagy. Adni. És a 20-ra menjék. Akkor menjetek együtt. Menjünk valamitek, hogy menjetek egy helyet. Menjünk a 20-asra. Jó, akkor Karica, menjetek Karicára. És itt pedig a Vivisent TV. Na! Most jó sok mindent fogtok tőlünk kapni, meg jó sok minden újdonságot ismételtek. A srácok tényleg kitettek magukért. Illetve hát köszönjük Papinak is, mert ő is ugyanúgy itt van a csapathoz tartozik. Ő is támogatja a srácokat, amiben tudja. Úgyhogy őróla se feledkezzünk meg. Ugyanúgy köszönhető neki is minden. Mint ahogy nekem, vagy éppen a srácoknak. Nagyon jó hangja lesz szemben. Teljesen megfelelő. Szerintem már épp ideje, hogy egy hanglevel kikerül, ami rettek is végre egy kicsit új dolg fel a játékba. Le kell lépni, ilyen, jó. Na majd én belepattanok Antika kombányába. Csak nem tudom, hova indult a 20-asra. Igen. Nem tudom, hogy igen, a 20-as. Igen, mert Antikának indul a baladási parti. Igen. Nálunk is itt van a szomszédba értem. Na, ide készült Antik. Tehát úgyis azt hallgatták, amit én. Kicsettem a nagy hangfolkot, hogy
Megnézzük majd az eladási pontokat is. Ja, már itt is van. Hát lehet, hogy Tomi, te is kiállsz egy izével. Egy kombányt hozhatsz, azt majd beürítünk, azt majd elvisz. Mert ez ketten, mire elcsipegetjük, az rendben lesz. Rendben, rendben. Jó, látom. Repszion. Amiben akarsz. Tehát veszek egy John Deere-t. Ahogy látom, szépen berakja a földekre a terményeket. Kukoricát alakunk vagyunk. Villog ez, kukoricát alak. És miért nem veszi le a villogót? Át van rakva, vett, át van rakva. Istenem, ez a villogó. Jaj, kivette így ezt a... Jaj, hát, ezt gyorsan várjátok, srácok, ezt gyorsan ki kell cseréljem ezt a gombot rajta, mert engem megölnek ezzel a villogóval. Mindegy világít, meg villog, kiírnak vele ezek az emberek engem. Segít be ki, jelző, fény, nullás gomb, nullás, ilyen terő, nullás, köszönöm szépen, hogy meg is szűnt benne. Papi, nagyon jól lett a mag, így tovább nektek jövőben is a módolásra kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, hát megpróbálunk nektek, amit tudunk adunk, meg amit tudunk tovább adunk. Amit tudunk tenni. Többet nem, de szerintem már óriási nagy fejlődésen mentük át mindannyian. Én is rengeteg dolgot tanultam a srácoktól, tanítanak, türelemmel tanítanak. Én is próbálok most már amennyire tudok aktívan részt venni rajta, mert az észrevel több is, már kevesebbet live-olok. Ugye amikor nem live-olok, meg többször mappolok. Ugye, meg csinálom, hogy jó legyen, meg tanulok Balázstól. Ennyire, ugye hát időt se engedi most annyira, már mindig van valami. Van. Nem, csak elfordultam. Vissza kell fordulja. Meg hát a srácoknak is, például Tomi is melózik. Antikának is otthon beindult a földmunkálatok, szóval, hogy most, hát igen, jön a nyár, itt vannak a munkálatok a földeken. Ugye nem tél van, télen mindig jobban otthon van mindenki, jobban ráérünk. Most nézzétek el, hogy kevesebb live-ok vannak, majd újra belevendünk, amikor jobban van ideje mindenkinek. Most így van időnk. Még híró itt sincs, most gondolkozok. Hogy itt van híró? Nincs. Nincs, nem van. Ja, van múltolva. Ja, akkor biztos az az, hogy úgyhogy... Hát azért vagyunk kevesebbet mostanában, kevesebb live-ok vannak meg mindenben. Hát ugye rengeteget dolgozunk ugye így mellette a dolgokat. Ugye ezeket mindent összerakosgatni, ez nem kevés munka. Én is laptop egy időt, vagy egy 10-12 órát beleöltem a fásításba. Hogy készen legyen. Hát van még egy map, az egy kicsi map. Én most azt is elmondhatom. Az is készülőben van. Egyébként az a Petőfi TS lesz. De azzal is még rengeteg munka van. Várjátok, hogy itt megállok, jó? Ezt leürítek. Mert én megyek a kombányja. Ő valaki itt van mellettem. Jó, ti? Én vagyok. Mert nem figyeltem, hogy hol van a shop, az nem volt a falukor, azt ki kell jöjjön. Tudunk adunk nektek. Meg amit tudunk, megcsinálunk. Mondjuk most már egyre több mindenre van kapacitás. Egyre több mindent tudnak a fiúk megcsinálni. Úgyhogy mondjuk már elég jól haladunk előre. Hát meg azt hiszem, hogy így a farmi közösségben az egyik legnagyobb mód megosztó csapat az mi vagyunk, mert többiek azért nagy vonalakban szoktam látni, hogy megy a privátozás, de azon felül semmi, tehát hogy megosztás nincs, nem tudom, hogy miért nem,
Remélem sikerül begyűjteni olyan embereket magunk mellé, akik majd szeretnének osztogatni dolgokat, meg úgy készíteni dolgokat, hogy mindenkinek jusson a jóból. Meglátjuk. Itt van olaj, vagy fa, vagy hogy mi az? Oliva vagyok. Aha, van. Ott van egy kis erdőt, csináltam belőle. Igazából kitöltöttem valamivel azt a lyukat, nem akartam már fenyőt oda is. Ha így is van kettő és vagy három. És lehet róla szedni? Meg nem mondom neked, hogy építettem be, nézd meg. Ha van rajta termés, akkor lehet, ha nincs, akkor nem. De amúgy arról nem lehet, mert nem sorosan raktam be. Tehát csak úgy. A szőlőt lehet művelni, ugye azt alapvetően gyökeresen beleépítette Balázs a mapba, hogy azt művelni lehessen, illetve lehessen vele kis kerti gépezni. Hát most ha valaki, mondjuk egy csapat nekiáll, mert azért ehhez a maphoz egy négy ember minimum kell, egy multihoz, mert egy embernek az csak segítővel menne, vagy hogyha kipontozza. Szóval, hát tulajdonképpen, ha valaki egy csapat a nulláról indul, akkor ugye el tud kezdeni szőlővel foglalkozni, kis földekkel, és akkor ugye úgy építi ki magának tulajdonképpen a gazdaságot, mert ez a map az igazából tud arról szólni. Csak hát, na, ez nem egy olyan, nem egy egyszemélyes map. Hát a Hogberman volt, és akkor be volt építve a szőlő benne, és akkor én csak napokon keresztül, csak azt, egyedül, arattam folyamatosan. Persze. Két hát csak csapatoknak is nagyon jó lesz szerintem. Tehát itt kezdésképpen, hogy most nem egy működő TS-t, hanem csak elindul mondjuk három rotakapával, kisföldekkel. Mert ugye a térkép ad kisföldet is, ad ezt, igen. Ad azt. Meg tetszenek ezek a szűk utcák benne, de ezek nagyon tetszenek. Hogy megy benne a kombány, nem fér ott a másnál, az nagyon tetszik benne amúgy. Kicsit ilyen magyarországi méretarányosabb dolog egyébként. Igen. Nem és rosszabb. Ugyanúgy, hogyha jön a kocsi, akkor le kell oldalra húzódnod, meg mit tudom én, azért az jó. Mennyivel mész, Tibi? 10. Ez én jobban örülök ennek a mapnak, én megmondom az őszintét, mint a TSV4-nek. A TSV4 az olyan nagyon lehetett. Abban csak 17-ben játszottam, de acsán túl sokáig. Sok javítani való van, meg nagyon sok munka van azzal, hogy Jézusom, az nagyon tré az a mat. Jöjjön, van egy laggom. De ez azért úgy elég jó. Jól sikerült egyébként. Már most azt mondom, hogy jól sikerült. De meglátjuk. Meglátjuk, hogy belenyúlok egy kis ez az amazba. Igazából csak azért nekem, nem tudom, az adatbontok működnek-e már, most azt se teszteltem igazából, de azt is meg kell nézni. De én úgy gondolom, ha a vonat működik, ezt majd fel is visszük a vonathoz. Beleütjük, azt felszívhatjuk. Én az elsőt, amit átküldött Balázs, én azt teszteltem, de akkor nekem nem volt lucerna rend benne. De azt mutattam is neki, hogy nem volt. De már utána mondta, hogy azt javította. Még ma érkeztem ide, hogy gép elé üljek, mert már reggel óta talpolok. Igen, én is úgy voltam, hogy most a héten ugye délutános voltam, délelőtt voltam fönn, de akkor mapot csináltam, szóval én nekem sem volt nagyon időm semmire, megmondom az őszintét. Most van időm leülni, de ja. Mert én is reggel már 3-4-5-kor már itthon nyírtam a füvet, utána a gyereknek a biciklit csináltam meg, de utána elmentem, mert ugye a születésnapja van a lánynak, és akkor elmentem oda. De mondtam már jövök én is haza, mondom most már jó lenne egy kicsit, mondom már kikapcsolódni, hogy meg pihenni, mert már mondom már reggel ott fenn vagyok már. Kicsit kapcsolódjuk én is ki. Jó érzékelyre van állítva a kormányom, mert ezt általában beülítem, ezt a kombányt lecserélem egy kicsit márkabbra. Hogy itt rosszva. Kombány? De vagyis a John Deere fizetem, mert John Deere van, hogy kapjál ezt. Na, de azok azt.
Kicsit nagyobb vágó asztalnal, mert ez picsa. Péteres. Ez a John Deere nagyon jól megy. Mike, az enyém? Aha. Elég jó. Beleüríteni nem lehet. Volt, de ettől jobb a régi modpakban, csak abban nem tudom mit csinál papi. Pedig a VTS, az megvan, csak javítottam, vagyis lett rajta egy kis változtatást, aztán majd nem beteszem. Voltak azok a jó nagy csondérok, azokban a nagy váltók, a nagy narancssárga gombos váltók. Az az ő VTS-ek voltak, aha. Nem tudom, azok lehet, igen. Majd visszarakom őket, mert gombos lettek megcsinálva egyébként. Uh-huh. Nem, csak úgy. Jó, azok jó. Most, hogy így mondod, pont azzal játszottam tegnap. Kinézetre is jó. Nekem hol van? Itt van a kicsikében. 1004, 5005, 6006, 60, ez kell nekem. Így inni. Oh, inni. 8 méter, új létra, minden kell. Földszkennel nem kell. Új vizét kell még megvenni. Ő abból hosszabbat veszünk, mondjuk a leges leghosszabbat, egy 4XL-es. Jó, a, mit akarok mondani? A... Területi információkat mindjárt megveszem. Így, apa egy gyoros kurica adott, ezek sincsenek kijavítva, ezt is mindig elfelejtem. Tettünk bérlet, hogy mi? Ja, veszek területi információkat, azt is meg tartom nézni. Azt mondja, hogy hol vagyunk most a 20-as földön. Talán információk vásárlása, igen, jó, megjelenítette, oké. Ez már egynek jó. De meg elviszük gyorsan a terményt, beleöntsük a magunkba. Jó. Jó. Viszont, ó, ez nagyon jól működik, John Deere. Ja. Hát mennyivel mész amúgy? 10, 7, 6. 10. Hát akkor, mit tényleg, akkor a Lestionnak onnan is elég. 10. Tempomatta meg 10. Aha. Na, ez majd gyűri befele a hektárodat, kérem szépen. Hány még? Hány soros asztal? Kettő össze. Hát a gyorsan elviszem, lesugberezem a izét, megnézem azzal a portocsival is, hogy betugberezi. Az van, vagy 12-es. Az az asztal. Menjünk egyszerre. Teli van az is? Igen, beleüritem én is teli vagyok. Jó. Vagyis nem vagyok teljesen teli, de meg fog felleni. Tiedben nem kell több? Lányom az 91%, az lehetem, lehet az annyi csak megtartjuk most lassan. Mi lesz ezt? Hogy, de jó hangja a szabot a MTZ-nek. Ctrl C, összkereket kapcsolunk neki, hagyj szóljon! Jó, lesz a szállítás, tök jó állat, majd hülyeskedünk vele. Magad a tárgolatizáció szerintem volt jó lett. És villagorvány. Látjuk? Mehetünk.
megyünk. Húzza tolja, felnyit minden. És Vivikéből kisajtalunk mindent a Viviből. A Vivi is nem tézéből, bocsánat. Nem a Viviből, az nem tézéjéből. Ezzel nem azt mondtam, hogy a Viviből nem lehette, de foglal. Neked is volt lakpap. A szerve. Egy ilyen mini éppet, csak hogy... Szerve, lakbocska. Már Bazsi mondja, na ezért utálom papír dedikált szervereket. Ezért. Érted? Ezért utálom. Már szinte hallom magam előtt. Ali? Itt is van. Biztos ott a magában. Na, mi történt? Nem, mi volt egy lap? Az Tominak is volt, az kérdezte, hogy volt lagom, oda volt. Oda biztos mondod magadból. Na, hát a papi ezért utálom a dedikált szervereket. Mindig van valami baj. Nem fogad el semmit, szar. Mondom neked, hogy szar. Igen, mondtam. Azt akartam mondani, hogy van egy szőlészeti kis kert, ami működik. Tehát automatikusan, amikor indul a játék, ott van. Már mutattam. Rájöttem, hogy kell. Már mutattam, Bazsikám. Jó van. Mondom majd a Roli munkát, nem nyomod. Hagyd dolgozni. Nekünk rendszerűen volt biztos. Jó hangja lesz, nagyon jó hangja lesz. Ugye az itt van mögöttem, lefele a trászni. Az első soromtól ez itt beállt, de nem baj. Egy navigált szerver megint. Milyen fordul nekem akkor át a kormányom, bocs? Úgyhogy ezt is vissza kell állítani. Értékenységét. Inninges az maga. Ez a bevezető minden. Jól néz ki. Jól nézek, jól néz ki. Kapítsuk magunkat szépen, rátogatunk. Érzik ez a pontkocsi, korotás szempontjából.
Szóljál, Tomi, ha jó. Így. Már látjátok, ott fogja is beletölték, ott bele kell uppanni a vonatba, mert ugye oda előre más töntöttünk. Elindítjátok a mozdonyt, átváltjátok oda, megnyomjátok az R betűt, és kinyitja szépen a vagont nektek. Előre álltok a vonattal, hoha csibori. Szépen követi a vonat kereke a sín, tehát egy kicsit le van csúszva az eleje, de hát ez van. Tomi, engedd le. Hagyd úgy, D betűt nyomjátok is. És akkor I betű, és akkor elméletileg gyönyörű szépen a Schuberről öntitek, elgyőzi szedni, úgy van beállítva, és már is töltjük belefele, még egy picit hátra, így, és akkor pontosan bele fog folyni. Így jönni. Köszönjük, Laci, köszönjük szépen. Még nincs kész, béta, de próbálkozunk, próbálkozunk, hogy jó legyen. Találkozunk minden újdonságot, és minden realisztikot megpróbálunk belevinni. Ugye az Opti-rak, ugye az pedig sokban köszönhető Dunátúli MGTS-nek, azaz Luigi-nak, mivel ő küldött nekünk képeket róla, tehát ő nélkül nem sikerült volna lemodellezni ugye Balázsnak, mert ő ment el, fotózgatta le körbe, keresett róla képeket, meg csinált, és ő is, maga is, úgyhogy azzal meg neki köszönjük szépen. Ezt a gyönyörű kis mappot. Vagy mappot? Optirakot. Amit láthatjuk, egy volt alatt álltunk. Na így, helyenetlen sikerült a kő. Szia Wolf, hello, hello. Olyan kormányra nekem könnyen. Fogadta jön. Nem csak rakodó nyíláson fogja. Én úgy gondolom. Eltárontotta. Igen, mert... De bár... Hát... Elnyelte! Ó, így is meggyőzi! Ma, passzok! Na, kicsi Vivike! Kitaposom a lelkedet. Kicsi Vivike intézi. Akkor az most kikerülős itt, Dedi, majd újraindítom a szállalat, akkor meggyógyul. Fia Milán, hello, hello. Még hogy mennyit kell, az a baj, hogy még rengeteg munka van vele, jajjaj. Még rengeteg, még a szállító beüzemelése, az állatok lehelyezése, az állatok beüzemelése, az állatokat ugyanúgy csináljuk meg, mint mezőfalvában, tehát vanézni kell alóluk, több kapacitás lesz itt most megadva, annyiba változni fog, hogy ne kelljen minden nap vanéznotok például, hanem összegyűjjön, mit tudom én. 20.000 liter, 25.000 liter trágyabent, meg ilyen apróság módosítások a mezőfalához képes lesznek benne. Lehet, hogy lesz egy eredeti magyar istáló, meglátjuk, hogy Luigi tud-e képeket csinálni nekünk. Hogyha sikerül neki, és megvalósítható, akkor én ahogy ismerem Balázst, ő meg fogja valósítani, meg fogja modellezni, meg fogja csinálni.
De ezt nem tudom nektek megígérni, mert egy, nem beszéltek Balázs nevében, kettő meg nem kis munka az sem. De ha sikerül, akkor benne lesz, és kettő, tehát legalább egy 5-600 fős telepet fogunk csinálni. Illetve ugyanúgy az etetés beállítva nálunk, hogy a minden nap kelljen etetni, a trágyázás meg több lesz nekik adva, illetve szalmakapacitás is a belső részben, hogy azért minden másnak kelljen ganézni, hogy egyik nap kifogjon a szalma, rá kelljen szalmázni, akkor másnap meg ugye trágyázni kell, mint ahogy igazából a való életben is csinálják körülbelül. Ezzel a dologgal csináltuk mi, én is, amikor abban dolgoztam a tehenészetben, mi is minden másnap trágyázgattunk, úgyhogy egyik nap kitrágyáztunk, másik nap ugye aznap beszalmáztunk, másnap rászalmáztunk, harmadnap megint trágyáztunk, tehát így két napos fordulókóttal nyomtuk a dolgokat. Ugye ide mondtam, hogy majd birkalegelő lesz ide a fenyves mellé rakva, hogy azzal is tudjátok foglalkozni. A lucernát már gyökeresen beleépítve a mapba, ugye az is majd az állatokhoz beépítve a takarmány keverékbe. Tulajdonképpen mezőfalva, ugyanazt fogja tudni ez a map, mint mezőfalva, csak lesz még benne még egy pár darab újítás, illetve plusz. Ilyen alapján sarakkal bekerül. Nem lesz a saralva, csak az ilyen textúrával lesz belehúzó, amit itt is láttuk. Igazából ennyi. Ennyi lesz a szitu. Tibi bácsi itt meg learatott már mindenki, vagy nem. Nem borozdulok ide. Itt is volt. Itt milyen jók lesznek el, ide már lehet, de régen. Há, hogy nem, ide már lehet, ide már kell. Hát ez már nem egy emberes map, ez... Van egy emberes része is, de ez már inkább út is van. Mint ahogy láthatjátok, így azért némelyik fát, hogy közel raktam a föld széléhez, mert ugye milyen a tehetetlen gazda, kiszállt teljesen. Ugye ezt itt egy kicsit úgy próbáltam nektek a mapba is belevinni, hogy hát ugye mint Magyarországon is már a lassan a földutakból is a 8 méteres földutakból csinálnak 3 méteres, lassan csak Simpsonnal tudsz elvenni, vagy motorral, vagy autóval sem tud. Tehát, hogy ugyanitt próbáltam, igen, próbáltam itt a mapba egy-két helyen, így nem sok helyen azért, hogy ne szivar föl a titeket, belevinni, hogy közel van a földhöz a fa, hogy kerülgetni kelljen, meg hogy beleakadj, meg hogy szídd a kezel munkáját. Hát ezt, igen. Tehát ilyenek a tehetetlen gazdák otthon manapság, úgyhogy ezt egy kicsit úgy próbáltam én is belevinni a dolgokba. Direktbe. Úgyhogy, ja. De azért látjátok, sok helyen azért elhagytam. Egy-két fát dobtam, csak így közelem. Meg ilyen föld között van az, amikor így közelem van hozzá. Mert úgy is addig szánt még az a kerék el nem fér a papelve. Köszönöm. Igen. Úgyhogy, ja. Miért a beszélgetünk? Nem? Mert rosszabb vagyok, és ha rá van szóval, mert mit jó. Majd elbeszélgetek vele, most nem érek már. Mindig volt csapattagotok? Nem, miért? Még nem csapattagunk. Csoda, papi. A minikút. Minikút. Lesznek majd lesz felvétel egyszer, de az is limitált emberek, meg küldöm is majd tovább most a mapot majd a srácoknak, a külső srácoknak, akik szoktak segíteni tesztelgetni, majd küldöm nekik tovább, ők is majd ránéznek, illetve már van is náluk kint egy verzió,
de ez volt attól frissen. De szoktak nekünk segíteni külső emberek is, akikben úgy megbízom. Tudom, hogy nem azért kell neki, hogy megossza, meg hogy abbízzon. Úgyhogy már igazából kettőnek elküldtem. Már kaptam is visszaigazolást róla, hogy mi a vélemény. Csak kérdeztem, hogy aktív itt szokott lenni. Aktív. Na hát, hogy chatre be szokott írni, de egyébként nem, mert mi amúgy is privát szobán vagyunk, Discordon. Igazából csak azokat szoktam felhúzni, vagy azt kapod a rangot, akit így ismerek, akivel beszélgetni szoktunk, hát nem egy sok ember van. Tudom, amiket nagyon a Discordon nem szoktatok látni. Ugye ez is azért van, mert nem voltunk rendes chat szobában, beszélgettünk, és hát ugye, mint tudjátok, nagyon-nagyon sokan, hogy külső szemmel lehet látni a Discordon, hogy mit csinálsz, tudod nézni az élő közvetítést, a másikét. És hát történt egy olyan dolog, hogy egy linkünket szépen kiscreenshotolta az illető, és szépen belopta, majd megosztotta a módot, hogy az az övé, azt nem is az övé volt. Úgyhogy ezt a problémát mi azzal tudtuk elkerülni, hogy elvonultunk egy magánszobába. Tehát itt csak az lát be, akinek jönne van oda. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, hogy lesekednek, és akkor tolvajkodnak, majd előadják, hogy mekkora jampik, az közben meg nem is. Úgyhogy ebből nem kérünk szépen. Ellopják másnak a nehezen megkeretett kenyerét, amit beletartjátok időt, meg minden. Elég volt egyszer, többször. Még azzal nincs is baj, hogy most érted, valakinek tetszik, elviszi tulajdonképpen. Még nem érdekel, csak hát ne mondjam azt, hogy ő csinálta, meg ő így, meg ő úgy, aztán semmi köze nem volt hozzá, hanem a milliküket lopta el a kis borcs. De jó van, hát na, ilyen emberek is vannak, már ezen túl vagyunk, tehát ezen is módosítottunk, hogy ne így történjen ez. De a legtöbbször valaki akar velük beszélni, nyilvános szobába szoktuk. Meg hát fel szoktuk húzni magunk mellé tulajdonképpen, mert úgy sincs joga, úgy se lát semmit, meg nem tud igazából vagy csak mindent csinálni. De fel szoktuk húzni az embereket, beszélgetni. Na hát azért a földek jól működnek, úgy látom. Termény nem hagy ki, nincsenek lyukak benne, úgyhogy ez így oké lesz. Még a lucernát kéne most gyorsan majd egy tesztet rányomnunk, hogy mit csinál, hogyan lehet, aztán nem, hogy mindjárt. Mindjárt a tesztet. Ja. Megyek én is oda át, úgy döntöttem. Besegítek nektek, learatunk, és akkor utána megnézzük. Hol vagy? Ja, én közben itt beleborozdultam a Márkba is. Most jön papír, itt jön. Azt megnézzük, hogy az is működik-e jól, hogy ezekkel a növény dolgokkal legyünk letisztázva. A srácok, ezek a live-ok igazából tesztekről szólnak, tehát hogy nem arról, hogy mi most működött TS, az a mezőfalvás dolog a működött TS-ünk, amit játszunk. Ezek tesztek, hogy hogyan működnek a dolgok, lehet-e aratni, le lehet-e vinni. Meg hogy lássátok, hogy halad a map készül. Ja. Szóval, hogy ezek csak ilyen. Azért is van kiírva, hogy teszt, meg beta verzió. Mert igen, sokszor találkozunk ilyenkor hibákkal, olyan hibákkal, hogy mi is nevetünk magunkat, hogy úristen, ezt hogy nem vettük észre. És hogy jó. Meg hát ezért vannak külsős tesztelőink, akik segítik a munkánkat, meg hát ezért játszunk mi is napi szinten. Még ha nem is együtt játszunk, de mint ahogy Tibi is valamelyik nap is ugye mondta, hogy játszott egyedül, észrevette például, hogy a Lucerna nem úgy működik, ahogy kellene. Már Bazsi orvos volt is a probléma, tehát. Gyere, várj ezt a így működik itt nálunk. Aztán persze, még mikor ki van osztva, mint ahogy a mezőfalvánál is, ilyen probléma, olyan probléma jön elő, szóltok, akkor orvosoljuk, mert ott is volt. Most sokak például volt egy srác, akinek a Lucerna nem volt jó,
De hát, hogy neki mondtuk, hogy az fizikai képtelenség, ott mód probléma van. Írt is a csávon, működik neki. Amúgy akartam már én a papír, hogy én nem tudok hozzátok bemenni, mert nem látok mikor vagy. Ja persze, de majd adok jogot, hogy látsz fel minket, te már. Te úgy is izé vagy. Családtag vagy a izébe, a kerekasztalnál helyet foglaltál ma. Egy nagy baj, hogy a múltkori csörökpörköltet, amit küldtél, azt nem tudtam élőben megpajanom. Tehát, hogy oké volt, az tök szép volt képen, meg kurva jól nézett ki, de hogy én ott leültem volna, és ezt a pográncsot szerintem fényes vagy avatam volna, mint disznóra a csapas. De majd adok jogot, hogy fel tudj hozzánk lépni. Wolfunk, csak azok tesztenek, hanem... Hát igen. Igen, csapattagok, meg mondom, egy-két külsős van, aki nem csapattag, de tudom, hogy olyan ember, akibe lehet bízni. Úgyhogy olyan azok szoktak náluk tesztelgetni, több esetben. Az a baj, hogy akit nem ismerek, meg ilyen dolgok, nem szívesen adok neki oda semmit, csak így lájtosba olyan dolgokat, amiket tudom, hogy mondjuk holnapotól megosztunk, meg az ilyeneknél szoktunk belevinni egy kis trükköt, hogy ne legyen olyan egyhangú a dolog, ha megoszta, szóval, ja. Elővigyázatosak vagyunk elére, de már oda megütöttük a bokánkat, nem szeretnénk többet meg vitatkozni, se senkivel sem. Ilyen dolgok. Megünk a nyugalom a jó. Leülünk, nevetgélünk, csináljuk a dolgaikat. Fel vagyunk. Adunk a közösségnek. Venni nem veszünk el, csak adunk. Meg legalább így macska körömbe téve ez a pár ember neve, akik ezeket a lapokat készítik, akik ezeket a traktorokat készítik, az a Farmi 22-nek egy ikonikus kövei lesznek. És ha eltűnünk egyszer a farming közösségből, akkor is tudom, hogy lesznek emberek, akik na de bezzeg a Mr. Papiék, azok megcsinálták, de bezzeg ők ezt osztották, meg azt osztották, mi nekünk ez a célunk, hogy 5 év múlva is ezt mondják az emberek. Úgyhogy ennyi. Ez a nagy igazság. Mert hát egyszer jön az új generáció, mert jönni fog, reméljük. Mi se fogjuk örökké ezt játszani, meg nem is játszunk örökké ezt, mert mi is játszunk márkra. Egyszer mi is megunjuk aztán. De legalább úgy vonulunk el, hogy tudjuk, hogy a Farming 22-ben amit lehetett megvalósítottuk, meg amit lehetett adtunk nektek. Valamikor hozzáállt valaki a módot, vagy a térképet, akkor mindig ott lesz a nevünk, legalább ennyibe. Tudom, mi dolgok, azért tudtam meg kapni velem, meg az minden. Tibi, menjek? Te le vagy? Még, nem, 89%-on vagyok. Jaja. De mindjárt úgyis arra felérek a izéhez. Most akkor leüritem. Kis 9-be adagolok főfele. Te viszed el, mi a kármény? Viszem már ma. Felülhetem. Majd a birkát milyen jót fognak az erdőn legelni a kis fugásszal. A bogrács is ott lehet, végre fel a törtlet. Azt hiszem, tényleg. Nem is ülő ötlet egy ilyen kis pihenő helyen kialakítani itt a fenyes szélén valahol. Itt látható, 50, 70, 80 FPS. Na, ezeket a gödröket fogja mitten. Itt ezt fel fogjuk tölteni. Ez, nézzétek, elnyeli az MTZ-t, ez túlzák, ez hülyeség. Ezt majd megtöltjük, de sár lesz benne, de fel lesz emelve a szint. Nézzétek meg, nem, el se lehet menni benne rendesen. Ezt annól nem tudom, mikor csinálták a mapot, hogy gondolták itt ezt a dolgot.
hiszem, hogy rövid 9 is. De várjál, a kanálisban nincs víz dedikált szervere, jól látom. De van, ja jó van, csak le van. Van, jó. Jó van, megnyugodtam. Itt volt a Leonidas ezen a hídon, mire nézett. Ez én központú rendszer. Leszállt az asszony, ja nem, nem ide. Ne irigykedjél, ne! Jó, van elnézést, hát lemertelek tegezni. Egyen asszony dolgozik, ugye magam, magam olyan vagyok. Ajjaj! Ajjaj! Amerikai barátnő, kézi styling. Nem, nem, ebben sem vacsoráztam. Akkor fejőgép. Nem, mondom, vacsoráztam. Nem értem. Vacsoráztam. Ja, ja, értem. Erre rosszabb mondtam. Nem tudom, mit akartál ezzel, csak azt hallottam. Nem tudom, értem, jó. Focit szoktam én is nézni, de mostanában nem néztem. Az Edicero-ról eszőtött mondok, az úgy komplet, mind meg. Nem kérkülő valamit letölteni? Hát a mappot kell letölteni, a Vivis MTZ-t, egy 82-es MTZ-t, meg de, négy darab mappot. Leszetted a Dediter, leszetted... Dediről leszettem komplet. Akkor jó. Oké, hiszem. Akkor nem kell. Akkor húzza. Akkor csak találom azt, de nem vagyok benne biztos. Lépeges város. Mi az van? Ezt egy szármáli. A nézőimben én azt holnap lesz néző is rácok egyébként. Sajta a paradicsommal. Meg desertnek bevágtam egy kis csökkét. Te gondolod, hogy megosztandó módot raktál be nézőibe Milán? Hát biztos vagyok. Hallod, figyelj már, Hiro. Jaj, figyelj. Most egy kérdés, pufikám hozzá, most te szoktál, vagy téged szinte? Akarod az őszinte válaszodat megkapni? Te tudod! Őszintén szopok minden nap az élettől, tehát szopok. Amúgy szoptatni szoptam. De amikor az átugrok oda a magyar, most téged is megszoptatlak. Taknyusra! Na majd úgyis jössz át magyarba hozzám a gépé, akkor... Akár el lehet menni. Hogy ne elmegyek, amúgy akartam, amúgy akartam. Hát nem úgy volt, hogy átjössz Tompára? Hallod? Szegedre aztán még hív minket hamburgerhez. Hogy Szabadkára átmenni. Hát ez volt az utolja, ez volt utoljára megbeszélve, hogy jössz át Szabadkára az Óska fiatra. Igen, de utána beszélgettem, hogy nem, nincs-e kedved átjönni Tompára. Én arra nem emlékszem. Tényleg beszéltünk. Gyere csak Hiro, eljössz forrásfutra. Eljössz forrásfutra, eljött a papi. Ajka szégre, nem? Azt akkor, minden, akkor meg fogjuk magunkat, hát van bevegyünk, még hamburgerezünk még így. Mondjuk elmehetünk, ha van kedvetek. Majd egy ezresét tankolok a kúton, azért kapsz egy litert fel. Azt mondtad, nem eszik sokat az Audi. Én csak azért kérdeztem, Hiro, már majdnem írni akartam live-on mondom, hogy kaszni papi amerikai feleség. Még ne akartam mondani, hogy üzenem Hironak, hogy very, very well, very kis kezivel, mi? Nem kis kezivel, well. Bazd meg, leöntöttem magamat, de már röhögtet. Hát, most én mit csináljak te veled, hogy ilyen sertet tudta vagy. Itt? Azt értettem oda, itt a fénycsesen. Én nekem nagyon van. Hát ott akkor mit dicsek tőle?
Persze, majd elmegyünk a Superburgerbe, Szegedre, azt ott az asztalon majd kiteszitek, nem azt méregetitek egymásét. Ja. Ott van a suli mellett körülbelül, így ötven. Ácsi, én szégyellem a méretét, úgyhogy én nem fogom az asztalra csapni. Nem fogsz összetörni. Összetörne az asztal, hogy oda csapnázni. Kicsi. De komoly, ez nagyon tetszik nekem ez a vagonozás. Kicsi a volt, de erős. Na, azt majd nem tudom. Az a vagonozás nekem. Nem vagyok ide valós, úgyhogy nem tudom. Én ide csak följárok. Hája! De híró, azt mondják a faluba, hogy neked nagyon nagy a pecsét. Jó van, Krisztián, jó étvágyat kívánok hozzá. Mondjad a csapattársainak, akik ott vannak, hogy iratkozzanak fel a csatornámra, vagy különben nem esznek csirket. Szombaton nem elküldöd nekem németbe, izével összeszívatod, ilyen vákumossal, azt megmarad az íze. Nem biztos, hogy nem rohad meg, de meg. Ez a német Krisztián? Máshol nem jár az eszeket. Nem a német Krisztián, a Grün Krisztián. Azt kitilt ott a legutóbb. Az ki van már tiltva, majd jön valami újabb akuntal, ahogy ismerem. Főleg, hogyha több van benne 4 liter bornával. Most is van benne. Csapattársa neki, mizét, tűgyet, hangközeleteket, mit hűgyet, én is istenem minden. Én már meg se lepődök, tehát én azon lepődök meg, mikor józan. Jó, azt akartam, hogy mikor józan, azon lehet meg. Ismerősen mindig oda van. Fogorod össze egy kicsa izőt, a tárcsjárés kockanat, amit Bazi csinál. Húzza a fát, lopott fát. Te is egy jó bonyolult ember vagy. Na, mi a baj? Hát egyet is nehéz összelekne szépese. Jó hangja lesz ennek a Vimi Sámtézén. Jóha! Ha nem a fecset csinálja, bicsit. Hanghozni a hangba, nem is foglalkozni. Ott elférjük te bűvá. Gyerekeket, ez így van kitalálva, villanyoszló fal között, pont, szív csúgy, beteszi 9 baszmamát is. Amikor ugye küldtem, Katapolinek a hangot ugye, volt bennem a Berti szerzőt, elkezdve minden. Aztán az olyan lesz, hogy kiszedtem a hátsó zajokat bennem. És akkor megtettem a hangon, igen. Fuxi nem ugatott bele. Jangor, ha minden. Akkor én jól felé jött. Ma akkor csinálja az asszonynak is egy YouTube csatornát, a lányodnak is csinálja egy YouTube csatornát, a szomszédnak is csinálja egy YouTube csatornát, és mondd meg, hogy iratkozzatok fel papinak. Ja, mert levémítem vissza magam, ezt nézem. Képzeljétek el, MTZ-n kim van a YouTube csatornám neve, a kezdőképernyőn látszódik. Képzeljétek el, Attika volt az első ember, aki kitűzte a nevemet, és direkt arra az oldalra rakta, ahol a sétálók is látják, hogy Mr. Papi YouTube channel. Gyere le, jóisten az égből! Nagyon komoly kisrác, nem is tudtam, hanem egyszer küldte a képet. Nézd, Papi, meg akartalak ezzel lepni, mondom, ne basszál, mit találták a kisfiak? Á, már küldte is, most ballagott el a tökös. Na. Elballagott, most már majd megindul a nagy élet, még egy 2 év megmártja a fejét, azt onnantól vége a gyereknek. És nem adtál neki semmit ajándékra. Hát majd elmegyek, ezt megpuszikálom a homlokát, ahhozom megyek. Hát most mit adjak neki, mit küldjek neki? Csokor virágot. Azt 2 mindjárt. Egy tábla csoki. Meg 2 padlizsán. Ha így is rá van parancsolva. Hallod? Meg két tojás, egy virslivel, meg egy kis majonézzel. Hallod, én meg izé van rám, meg rám van parancsolva. Képzeljétek el, hogy az asszony kitalálta, hogy az esküvőnkön, ha elveszem, akkor amit tőlem kapott rózsát, azoknak a szirmait fogja leszórni, és azon kell besétálnunk az oltár elé. Szóval nagyon komoly gondok vannak, mert nem győzöm venni a rózsát, gyerekek.
már körülbelül két hetente veszek neki egy rózsacsokrot. Mert mondtam neki, hogy testvérem, így haladunk az életbe, itt két év múlva elvesznek feleségig. Ha nem haragszol meg. Azt mondta, hogy nem haragszik. Majd nem ezt mond maximum. Mondom, jól van az. Parasztnak a nyára. Parasztnak jó lesz. Jó, hát. Na, kaptak itt is. Végig is azt szönte. Ez a baj a már. Rakadó nyílás, az a... Mi kell ütteni akkor. Hoppa, kapd alá, jó. Hoppa, jó, ez jó. Még leürítem az enyémet és akkor megfelelik ez a pótkocsi. Vagy rás, meddig ürít az a John Deere? Ember, na. Az egy kicsit hosszabb van. Talán megnézzük a izét. A lucernát, hogy hogyan, milyen textúrát adni. Van kapacitás. Jó, Istenem. Mávin, micsodát? Hogy nem jön hozzám? Ha hozzám jön az? Remeg értem innen. Még minden nő, de jól van, ez csak az én titkom. Nagy potrohánk belemet. Másért nem. Szerintem azért, mert tudják, hogy árnyékban van mindig, a kolbász, azt hiszik, hogy ízni egy füstös, tudod? Ezek a duma. Hogy mi? Azt hiszik, hogy valami füstös nagy kár ilyenkor aztán. Hölgyára, vigyázni kell erre az emberre. Picskú mate, minden játszik. Jajajajajajaj. A bolond szárnak beletörik a nyelve, addig magyaráz. Ebből ha értetem, egy szakosató part leszek. Jó, akkor mi? Szuspula, hát? Mi? Szuspula? Te, én nem. Szuka! Én tudom, mit jelent. Tudom. De a szuka az kutya, ugye? Nem. Kölyne. Mi kaba? Kölyne. Akkor a szuka mi? A szuka mi? A szuka? Ezt nem is tudom, hogy még nem hallottam. Ez szerintem nem is. Még kutyára mondják, azt, hogy szuka. Igen, de náluk úgy kirkolják egymást, próbálok, hogy szuka. Azt mondják egymásra. Nyisd egy... Kurva... Bocsánat. Igen, értettem. Na, Tomi, hogy volt? Pizda Mári? Pizda Mári? Milyen Pizda Mári? Pizda ti materinadati... Beteg vagy. Tá, digo ti se curas passas menos aí. Jóva, curas ha. Já ia mesmo dupla da te jebem. Da jóva. Jela, jela, jó. Nem curas sem, mit remélem. Lejjel a jó Isten az égből, olyan átkot lesz ott hey, már. Hé, két hogyan milyen átkot, sorry, Dreyánk itt most. FTZ 50, melyik FTZ kapott update-et? A tiéd, nem? Igen, ez ott, az a kerek kocka úrra, a kerek úrú kapott, meg a 80-as, ugye? Húsz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek a csatornában. Légy jó, vigyázz ránk! Rózsra mentesnek! Fala lépon a like in a subscribe! Miért ott van ilyen? Ilyen csúnya MTZ színek! De ó, csúnya MTZ színek! Daranya óra láncoztuk! De majd még uniós rendszámot kap az 50-es MTZ, hogy a viharba ne! Első! Papu, mink izék vagyunk, az uniós szabványnak megfelelő emberek, csak lekerekítve. Hát ad mi annak, hogy... Adhatsz neki uniós rendszámot. Nem adok uniós rendszámot, kájra uniós rendszám. Nix! Ez lelugott MTZ. Turbós, lelugott MTZ. Révet Krisztián, azt mondja Nix! Ez valamelyik újságból olvastam biztos.
Nem, ez a YouTube-on fönn van az a hülye Túri Tamás, azt mikor olvasta ezért az újságot, azt ott mondta. Csak le volt feketén-fehéren írva, hogy az ugye rendelés miatt ne telefonáljanak, mert nix semmi. Ez 5 valóerő, 6 valóerős, hát hogy ne bírja, turbós az APTZF-ben, hát turbós! Lassan átkérni játékban a lóerőt is, most már 70-nél vagy 75 körül vagyunk. Jó kéne, gyert, tőlem, tőled az ülős. Hát meg tényleg van hangja van itt az otthoni traktorodnak, mert jó lett. Ez jó lett ennek a hangja nagyon. Polinak küldtem át, hogy azt akkor csak vágok belőle, az elküldött meg 6 darab hangot. Azt akkor kicsit lepizáltam belőle. Most pont Lacinak mondtam, milyen jól néz ki, hogy dolgozik az 50-esse, most én is előkaptam. Na, hát itt jó a textúra, a Morekanji. Ez szépen vágja. Szép izét húz. Na várjál, humba. Na most gondoljátok el, sárközi petya. Azt te csinálod, Jeci! Közben ordít ki a fülkén, hozza a haverja neki az ebédet, azt az 50-esbe. Pont ez a látkép fogadja őt, értitek? Ezzel a hanggal, közben veszi fel videóra, küldi nekem, nézd papu, baszka, hogy fütyön a turba, nézd, hogy baj van! Hagy szóljon! Az közben húzza a két pótkocsit, difizálszal a széttaposva a lába között, érted? Összezárva az Atya Úristen is benne. És így nyomja neki. Most ez így betyag. Most nem lehet összezárni, mert elterett. Elterett a mécses. Ordival az ablakon, hogy easy rider öcsém! Azt hiszem. Ki kell húzni. Meg amikor már benne van a tizedik sör, akkor a kasszár csak azt látjátok, hogy be van bicskázva le. Már izényi fogott egy tuskort a fiú, de menjen tovább, hát bírja. Ott, ha jobbra-balra lenéztek, az ajtó mellett van a természetes klíma. Azt Made in China-ból rendeltük, és ott jön be a levegő. Tehát ez alulról hűtiteket, nem fölülről, tehát ez már azt is tudja. Ezt adjátok össze. Figyelj, ez már az uniós szabálynak megfelel, 95%-ban. Nincs semmi baj. Alul, tesó, megyek, az az első bontom le, ott azt a lábtartót, mert az csillog, az fém, azt lehet vinni leadni. Rosdamentes a cél, jó? Pénzt fizetnek érte. Nix problém. Kind of gas, ja. Kind of gas, én is azt szoktam mondani. Casino? Alles Geld Casino, hello. Na, teljesen jó, viszont itt van egy kis kasszálótok, gyerekek. Itt nem kell unatkozni, hogyha kasszálni akartok. Hát, problém. Biztos, hogy nem. Szerintem, hogyha a treplélemet bevenném a vasosba, azt mondják el, hogy ez rozdamentes, hogy ez a rozdament sejtet, annyi olajtól mondjuk, amennyit már beívott. Na, baj az. Na, itt... Állandóan gázolaj, és lábbal taposva van minden. Arra voltam kíváncsi, hogyha itt kaszállal megyünk, hogy itt jól raktam el a fákat, de most kivételesen nem szivattam meg senkit, azt hiszem kettő darab van csak berakva, amit nem fér el a kaszat. Úgyhogy még egész jól eltaláltam, kettő vagy három. Nem baj, hogy én a motoros fűrész ott, ahol vágom kifelé. Na, meg gyökerestünk írja, hogy system error a map. Nem írja ki. Na mi van veled? Spetyko! Nagymamát rak be, bazze! Nehogy már 50-es MTZ-re ne menjen. Van. Hallod, ismerősről megbeszélek, oda van még a kombájokat kísérlünk. Ott volt a hülye haverjának, meg kollégám. Mondom neki, hogy már tanulnak, hogy milyen csinál. De itt nem jegyzett az, hogy jaj, maga, kiszophatom a csecsen. Jó. Mondom, hogy van, azért nem vagyunk meg valami úgy beszélek, azt mondja, ha azért legközelebb diszkom van, szóval nem tudjuk, én elfogom sütni. Mondom, jó, mondom, akkor nem is mellek. Itt nyomunk egy stoppot, veszünk egy vállalót, majd nézzük, hogy bevállázza-e. Az még oké, hogy nyelj csinos kérsz a kocka cukrot, ha egy lófejű nőt látsz, azt oda mész hozzá, azt így benyögöd neki. Jó. Na mi az alattad, Tom?
Magyar. Hú, mi volt az, amit akartam? Majd elárulod. Valamit akartam mondani, de nem jut eszembe hirtelen, hogy mindegy. Jó, és tele van. Na, akkor fosza. Én úgy jó helyre látni. Nem baj, nem számít. Hát ez körülbelül igaz, az első BMW-s, aki megkapott az indexet. Na, nem igaz, ez nem igaz. Ja, és tényleg, ha rámentek a terményekre, ez majd a tolólapozásnál fog... Látjátok, hogy ez is úgy lett kialakítva, hogy terítődik szét a termény is, illetve a fű minden, látjátok? Rámentek traktorra, ezt is Balázs úgy csinálta meg, hogy a termény mikor tologatjátok, akkor ne olyan legyen, mint egy beton, hanem hogy így folyjon szétfele, terebélyesedjen szétfele. Luxvet és vers, magas a lucerna, nem viszi a kassa, locsoljon meg téged az Istennek a... Janko, hello bro! Ciao bro! Hőhá, csinos! Szerintem, dobla, dobra, lé, bare, lé! Mondjad már neki! Hallod, híró! Szerbül, mondjad már neki, hogy üdvözlöm! Ja! Kicsodát! Alha Jankót! Jankót! Papi, te pozdravja, hé! Hogy neked, hogy te is szerv vagy, aztán izé, itt vagy nálam a csapat. Te papika, ey. Papika, cuk cuk papika, oh yeah! Tökéletes, mint a bohon lány. És ennek is más a textúrája, a vállának. Hero, mondjad neki, adja ide a vodpakja. Nem, kialé nekem a bú. Bolond. Mondjad neki, hogy... Tényleg mondjad neki, hogy a multifrojtos mappot jól megcsinálta nekem, hogy szexuáljam meg. Így mondjad Tobi, neki. Tobi, pozdorja vilá, vagy mit magyaráz ez? Mondjad már, lássuk mit mond rá. Azt mondja, kiköszön nekem. Papi? Ha. Ja, azt papi! Akkor csetre. Hát kérdezte, kiköszön neked. Nem köszön, hanem... Üdvözlöm! Jó, most lebuktál, nem tudsz szerbül. Azt kérdezte, csak hülyeskedek. Ki üdvözöl? Hero, te sorsz. Nem. Én elküldtem az anyjához, hogy én nem. Máté? Egy pattalag gettő. Jó! Most nagyon rábaszol, hogy ott van az asszony a háttérben, azok látszik magyarul is. Ott letapadni a patomat, ő is meg az asszonyai. Jó van, ez figyeljétek, ezt beküldöm Discordra. Ugye papinak a lánya van, és a papinak a névvégénél MT Tomi van, mint izéként. Ezt figyeljétek fel. De azt nézted utoljára, akkor biztos az van. Nem azt néztem, mint videóban, utána papinek a izéig, kárászos live-et néztem az előzőt, ugye. Még egy nap, nappal ez előtt, nem tudom, nem kárászos volt, mi volt a live-e neki, akkor. De kárászos volt neki, ja. Kárászos volt. Azt néztem. Show, MTZ, bro. Várja. Tipo, várjál. Tézi, jó. Mérdük közben. Sét Russian Belarus traktora, fúj! Nyomjad Tibi, nyomjad. Adjad neki, fog meg neki. Az a legyen, ide a bitó. Adjad neki, csak jön neki. Csak a szóld, aki jár a karaván.
Mit mondta papi, mit mondjak neki? Jól megcsinálta, jól megcsinálta a multifruitos mappot nekem. A textúrát, mondjad neki, hogy jól átküldte a textúrát. Verjem abba a homlokos pinájába. Nem ide. Ez mondhatod Szergő. Szergő mondhatod, csak én nem akarok kibúlni. Megint, múltkor a zenével beszívtam. Beraktam egy olyan zenét, amit nem kellett volna. Világszert egyből le is tiltották a lájót. Melyiket? Miért tudom én ma? Magyar volt? Nem. Nézd ki rosszul ez a textúra egyébként. Melyik? Szóval. Ja, Lucerna. Hírók, mi van? És a fű? Jaj, most leírt a híró, hogy mi van. Hero nem szívbajos, az átküldi megint azon. Daruál, a multifluid textúráról, de... Leírtad neki magyarul? Leírta neki, ízé Szergyül. A Szergyül? Azt hittem magyarul. Leírta neki híró, hogy jaj, 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 kacagnám átküldeni, írna live után. Papi, kell akkor, kell akkor. Alapvetően, amikor elvált 9-ben az MTZ, olyan, mintha rátolnál így izé a gyorsítót, az kurva jó. Jaj, hát mire gyűjtök, remélem, hogy a szállazért fogadat kiszerélem, mert hogyha nem, akkor úgy marad, hogy fixen marad egy gyorsító, szóval ahogy van, mert én ilyen emlékszerzőt a felezőkor. Azt tényleg! Mondom vagányan, majd mondom lábba. Aha, a sarok, azért betétesztem a sarokkal rárultam, hát meg is rekkent egy kicsit. Olyan sivítő hangja van nekünk, hogy is van. Na bálászokra, vagy mit csinál? Egy csodróval, meg az izé, de nézem az izé. A textúrát, a bál. Írom, ha én is Janko fordítsál nekünk. Én a textúrát nem tudtam megadni, mert megkérdeztem. Várjál. A textúra. Jóban megkérdezte a textúra. Nem lehet fogadni a textúrát, mert megkérdezte a textúrának a készítőjét. De azt az... Nem is dolgozott a térképen, ugye? Állj! Azért nem csinált akkor, meg értem. Oké, bro, no problem. Thanks. Oké, bro, no problem. Thanks. Ja. Azért nem építette bele. Most már értem. Nem ő készítette, meg le is törölte a mappot, mert ő nem is vett részt a map készítőt. Ja, oké, bro. Valaki följátna ide mellém a 28-at föltön, egy valaki a bálázóba, egy valaki meg a sodróba. Adjuk le a tárnét. Ja, jó. Csak meg akarom nézni a fű textúrát. Vagyis a fű bálának a textúrája. Hát ott a fű, a szal, legyen ott a fű, a szalma, a szél, a bálkodó, ugye? 12, és írjál le mindegyikből. Jó, de hülye vagyok, hát mekkora igazatok van amúgy? Hát az izén, a Lucerna bálán annyit változtatnák, hogy tehát nem olyan sötét színű a fő forgatott, ugye, még szerint, hanem világosabb színű, ugye? Hát az attól függ, mert itt is úgy csinálták, hogy Figyelj, hogyha nyersen bálázod, de akkor sem nagyon, akkor sem olyan izé sötét színű, mint a négernek a malájbarna 60-as dálkója. Annyi, hogy izé, sötétebb a szín amúgy. A szalma az hát ilyen, ja. Az is vannak ilyen sötét dolgok benne. Hát az én fejemben is néha. Igazából nem rossz, hát nem is jó, ez meg csillog, mint a felamon töke. Nálatok is mondás ez.
Ja, csak hogyha a rávetítődik. A szilásbál az jó neki. Végül is mondjuk a szén az, a fű se rossz, így innen nézve. Na majd átrakom neked 19-ből a textúrákat. 22-esben meg felravandzsálom őket. Rossz ez. Oda van egy nagyon jó hallott. Igen? Uh-huh. És ezt úgy képzeld, hogy a szalma bálának látszanak a kis szálai, hogy állnak ki a bálából. Még ettől jobban, mint hogy az alapdatom. Tudod, mit kéne meccselnek a farmingba? Legyen olyan XY-nödik bála, hogy elszakad a bálom, az a széjjel fúj. Nem is tudom, mit mondtam már Balázsnak, hogy azt csinálja meg a játékba, hogy az jó lenne, még hogy most nem mondom, hogy mindegy. Egyszer ugye mondtam a füstöt is neki. 100 bú harmadik, vagy 100 bú három, hogy itt mikor dobja ki és elszakad. Hát ja, egyszer mondtam ja, Balázsnak a mit mondasz. Rendben 17-ben is. Hát ugye srácok, én mondtam Balázsnak a füstöt, ugye egyszer, hogy azt csinálja meg a Giant, mondom, amikor erőlködik a traktor eszetlenül. Mondom, annyira fekete füstöt nyomjon ki, hogy mondom, ne nagyon lássa semmit a főnéző az ég. Mert hogy mutattam a szembolásnak, hogy az a szempapinek is mintha küldtem volna. Egyszer olyan túlzal, kivettem a kajacsomat. Mondom, kicsit húzkodom neki, aha, kicsit húzkodtam neki, 5 liter gázolat szépen be is cipált a hasába. Olyan kokszot kivetően lészállt, semmit nem láttál. Csak ilyen szürk, sötétebb vizé. Ez kurva jó az a vonat. Azt szerint a kurva nagy. Ez a szar sorompak szó. A dedikált szerver miatt van. De a dedikált szergára, hogy mondtad, teszünk inkább András keresztet, azt jobban járunk. Ja, oda majd ott az... Mi? Az lesz majd, azt kicseréljük magunknak, csak most nem akartam már még most. Kíváncsi voltam, hogy most jó volt, de hát az a... De csak, bár ha leállítom, újraindítom, akkor működik. De ha önmagát már frissíti a dedikált szerver, és pont fellépünk, vagy valami, akkor lépsz fel, amikor le van csukodva, meghalt. Na nézzük a kárhozt. Jó. Elment a vonat, nincs mibe te ütsem. Mindjárt. Itt ez beremegősödött a vonat. What the fuck? Van egy kis baj, ha? Van egy kis lak. Ujj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 
Ez nem net, 20-as pingem van, meg 19-es. Ez nem net. Ez játék. Belülről nem taktakkol a vonat, látod? Nézd kívülről. Valaki itt szaladgál előttünk. Mi az itt? Nézd egy logot, papi. Mi ez a csávó? Diffus. Data object trollball. Test, test. Látjátok srácok, ezért még csak tesz. De belülről nem taktakkol, tehát ez nem internet nem, probléma. Nagyon megbakanul. Mi az Isten? Látod? Belülről jó, csak kívülről. Ahogy odaértem a faluhoz, addig semmi baj nem volt. Szerintem elért valamit a trigger. A triggert az Balázs általában leszokta húzni a falatalát, tehát... Akkor nem értem. Megszállta a sámán azt a mapot is úgy, mint a Petőfit. Háromszor még szivatott a Fitex kívülre. Mindjárt jön a valac. Például, hogy dedikáltad, a izébe bele se tudok szállni. Ebbe.
Api, te változtatta az izén, a játéknak a izéjé? Várjál, lehet, hogy... Mi? A színbeállításaim, vagy nem? Miért? Mert csak olyan másabb lett, hogy én... Vagyok a izé. A frissítés. Sőtben a technikában mit a nyarni? De a fa, ott, ahol vonalt a pálya útban, mert kiment ott a fű, hogy rászított a fűre nap, és ilyen száradtnak nézett ki a fű is. Hogy változtatom valamit? Hoppá, itt is van, itt is majd live kell egy kicsit csinálni. Hát, az a mindjárt nem most vesz, ezek a te báláid, amiket beleraktál a dotom. Azt tudom, hogy az én báláim, azt láttam. De abban is csak az, amit lehúztam. Most innen van, az Tibi tegázolná. Igen, biztos, hogy nem. Mert én már látjattam. Hé, hey, itt mi van live, itt? Live, itt van egy láthatatlan objektum. Az nem izé láthatatlan, az a fal. Tedd is kifelé onnan! Nem hol igaz. Vagy? Hol vagy? Itt. Hol az az itt? Ha jöttem a sínt, papi, a sínt. Meg. Azért áll a azért majd van lecsukva a sorompa, mert ott van az a kurva vonat az állomáson. De hát te tudom elvinni. Dehogy nem tudod. El kell meneszteltetni. Én értem, Balázs, de amikor nem volt itt se, akkor is le volt csupódva. Nem érted, nem érted. Ezt a személy vonatot ereszte el. Ott van mellett egy betű. Eleresztettem. Nem eresztetted, de nem ment el. De már ide hívtam egyszer, meg elküldtem. Ja jó, csak én, késik a live. De már mint úgy érzve... Mondja Balázs. Tudom, de hogy azt még az elején én még live előtt elengedtem, meg visszahívtam, hogy mondom, hát ha megnyitja a sorokót, de nézek, hogy nem fog megnyílni. A másik faluban nyitotta, de hát ugye a dedikált szervele mindig ezt csinálja. Tudod, az izén is ezt csinálta, a mezőfalnál is. Látod, nem nyitja fel. Igen, ott is ezt csinálta. De ezt csak dedikálton csinálja, azért mondta, hogy ott is, hogyha nem akar megjavulni, akkor András kereszt, az kifelé. Kifelé a három. De hát valat az nem lett probléma volt, az valamit ott elkezdett taktakolni valamit. Ja, jövök. Itt az vétemből volt. De hova jön ez a valat? De majd megyek vele végig ki, ott jönök. Ja igen, úgy tolat vissza most. A hölgy megérkezett, teher van. Jó, hát is bele az utcos. Hey Joe! Hogy te látod, Joe? Gyerekkorom óta ezt gyakorolta. Az enyémet kiüldik a tétet? Aki! Vagy nem szólt, hogy csak
Már gőrügyettem. Hát vagy 90 ezer liter megy bele, várjál, 38, 70, 35, 90 ezer. 90 ezer liter tud eltalálni. Na most kíváncsi vagyok. Nézed, Marja, live-ot majd itt most nem? Tuk-tukkol a vonat. Na. Itt nem tuk-tukkol, látját? Figyeljétek, elérek a kisfaluig. Puffy, benn van benne, te Dicky, össze van vonatozni! Kezdni el. Masinista segéd lettem, hát. Még éneknek, hogy megy a gőzös kanizsára. Ez a vonatrakodó dolog nekem is nagyon tetszik, mint annó az államakkal se teli voltak természet, de főleg a cukorép a hegyekben. Így van, így van. Hát meg ott lesz a magtisztító, nem tudom, azt láttad, Krisztián? És onnan a magtisztítóból egyenesen ifával hozod át, és töltöd bele. És úgy már tudod majd elszállítani, meg ugye tudod tárolni is 90 ezer liter, tud 3x 90 ezeret el tudsz tárolni, tudsz fát vinni, tudsz cukorrépát, meg krumplit is vinni. Na, itt kezdte az előbb a tuk-tukolást. Na? Na? Good, good, not good. Hú, máma Transformers-t kell nézni, az azt mondja, már. Jó, Michael. Az újat. Amikor a... Megnéztem az asszonya valamelyik nap. Én is nem láttam, amit átküldtél benne. Még nincs benne, mindjárt megmutatom. Én is megnéztem a Ragnarok asszonyt. Hát, őszinte leszek veletek, nem dobtam el az agyam tőle. Nem rossz. Jó van, ez csak közös program kell anyukával, mert különben megfogja, széthúzza a farpofáimat, és csit, papi. Tudod? Vagy feladja a lompost, és akkor... Te közül valamit. Most nem tudtuk, ha? Lehet, hogy ez a genyó másik vonat zavarta, de Dick, ez de jó! Ez de jól néz ki! Csátasó! Mivel neki? Mivel neki? Mivel neki? Mivel neki? Gyökér! És most nem tudtuk, komos jött. Nem nyílt fel a sorompó? Nem. Lehet, hogy ezzel is át kéne menni ott. Hagyni kéne, hogy körbe menjen a kis gyászos. Nem nyílt be. Így. A sorompónál, de nem nyílt be. Te elmentél vele? Téged elvitt? El. Bazzeg, nem áll! Ki tudsz venni? Menj körbe a vonattal! Miért is nem lehet? Ez repülő vonat, geci! Ez felemelkedett a levegőbe! Ja, hát mappon kívül azért van itt a kiszállás, te nem látod mappon kívül mi történik. Dehogy nem! Hát már bennmaradtál Messengerbe, de majd azt is kiütjük belőle. Na nem áll! Ja, Krisztiánnak akartam megmutatni az elméletet. Na, ezt én úgy gondoltam el, hogy ugye, a termény tisztítás, be fogsz fortni amúgy, mit találtunk ki Balázsról. Hogy ugye, a terményt, hogyha letisztítod, lesz hulladékod, az ugye egy dolog, az majd be fogjuk építeni, mivel a disztókhoz lesz csáva, tehát hogy lehet majd neki keverni kaját, csinált Balázs egy olyan gépet, szóval a disztókak lehet sem vált, de most itt lesz melléktermék, amit még majd kitalálunk, hogy hol jön ki a bábolna silóból, mert ugye kapott egy ilyen silót a vap, ezt a még úgyse láttad. És ez úgy fog működni, amúgy ez az elméletben, hogy ugye ide öntöd be, ebből lesz egy melléktermék, és itt annó nálunk például a TS-ben ugyanilyen siló volt, ugyanez a fajta, itt fog kijönni a rendes termény, itt megtöltődik az IFA pacekul, és akkor például most majd megtöltődik. Csak ez még izében van. Így szépen lejön a tisztított búza. Itt lesz van neki egy ikont már csinált Balázs, ott lesz mellette egy ilyen tűzjel a búza mellett, hogy az jelzi azt, hogy szárított. Szárított és tisztított tulajdonképpen.
Akkor ezt fogod, és akkor leengeded, mikor végzett, áthordod, bevagolózod, és akkor mikor jó árat kapsz érte, akkor tulajdonképpen le fogod tudni adni, csak még nincs beüzemelve, de be lesz üzemelve, be lesz a kicsike. Mert még azt nem tudom, hogy a mellékterméket majd hova tökönbe kéne kilüketni. Hova vissza van át? Hát az elviszi. Na, ez most átment. Na, na, most, na, nem, nem. Hol jársz már, Hero? Tudom én, valahol a térképen kívül le, a földtől, földszintől egy ilyen 20 méter magasba megy a vonat. Jó, az keringőzik ott ki. Ja, úgyhogy így néz ki a dolog. Így lesz ez kitalálva. Meg ugye ezek a fóliasátrak meg lesznek csinálva, tehát mégis azt már mondtam nektek. Ugye itt a szőlő, amikor elkezditek, ez gyökeresen bele van építve a mapba, ez már itt fog lenni, ezt nem kell nektek lerakni, ugyanúgy a fóliasátrak itt lesznek, a területet meg kell vásárolni. Szóval nagyon jó lesz a cucc. Nagyon-nagyon össze fogjuk rakni, szív leszaktad amúgy. Tényleg, ez is nagyon jó map lesz. Nem azért, mert mit csináljuk, hanem azért, mert szerintem kurva jó, de nem meg gyökeresen megadunk, hiányzik a síró. Megadunk neki mindent, amit kell. Itt van egy, itt kellene lenni egy síró. Ezt az épületet, ezt ki fogjuk cserélni, mert ez undormál, scheiße, artblock, idiót, szar, fos, meg ami létezik. Ugye itt a marha istáló is meg lesz csinálva, tehát ez lesz egy kis marha istálós dolog. Az őzikéket majd lelövöldözzük, mert azok most éppen sart játszanak, aztán majd figyeljétek egyszer, hogy lecsapnak így a fűre. Egy úgyhogy, hát na, van még. Most vagyok a jobb felső sarokba, valahol a messzibe. Aha, aha. Rossz a problém. Éppen kívül valahol. Itt van egy doboz, Balázs, baszki. Trigger. A trigger nem húztam. Meg is adtam egy kaku trigger. Ja, aha. Kaku trigger. És ez hogy a szomba van így itt. Nagyon jó van. Baj. Nesze, küldtem képet a mod cucula a kettőbe. Jó, jó, jó helyen van. Levex ott mindegy. Nem adnám a legjobb. Na, Monki, ha mered. Mint egy madár. Mondj ki, ha mered. Júj! Mint egy madár. Jó, az a csillogós nem tézi. Lehet, hogy jót tett neked a szalonnát. Mondjuk én is vettem a szalonnát, úgyhogy... Ugatom a vizet, mint a balont, igen. Te, mikor kidob a vonatból, akkor automatikusan eladja a termék? Igen. Nem, neked kell aludni. Nem, megyek, akkor megy a vonat. Kérdez, és akkor igen, remény. Már csak azért kérdezem, mert még mindig benne van a termény a vonatban. Jó, hát itt traktorral se kell átlenni. Oké, nix probléma. Hol? Itt ezzel a kapon, a nagy kapon. A traktor is felakad. Azt hiszem, hogy én térképen kívül vagyok valahogy. Ja, majd jössz vissza. Most már még a térkép sem mutatja, hogy hol van. De azt hiszem, hogy itt tehát, ha látnád, az meg kezdi a vonat meg a vagon játszani a fantasztikus négyzésből a gumi ember. Ja. Ez komoly. Hogy nyúlik mind a takó. Ja, lakoltat is, mint a szar. Ott, ahol felakadt a traktor, papi, ott van egy kollízió, hogy láthatatlan, de a kapu nem visz magával. Igen, láttam. Ott tudtad volna kerülni. Azt ott ki kell venni Balázs. Ez csillog, mint a Salamon tökerke van, spekulál meg a másikra. Ez is csillog, de ez nagyon csillog, erre le kell venni a spekulát. A Kálmán bácsiról. Látod? Ja, látom, a másikon vemész. Vagy menté, na az is csillog, annak meg ugye belső kamerát nem lehet forgatni, mert... Nem baj. Ha nagyon lerakom a kamerát, nagyon, akkor még nem állunk, akkor meg ugye nem. Jó, mert beleérik oldalba. Ingénbe annyira nem csillog be, de itt is. Ahogy, de? Ahogy,
ennek az kell egy kis... Ja, most nem marad meg az ölembe, most felemeltem, azt nézi, hogy izé, papi mozgatja az egelet. Ki van nagyítva a live, ugye azt akkor... Ne, nem mész, hagyod a izé gombapörkötemet. Aha, az összes kapunak benn van a spekulárja. Nem viszi magával. Nem, végig hagyod. Az összes ilyen vakrajtónak. Végig hagyod. Nem. Fejedre verik. Na úgy, akkor menjen. Nem. Na hát azért vannak ezek a lányok. De most majd kiderülnek a dolgok. Ja. Mi nem jó. Mi jó, mi nem jó. Ilyen. Jó, hogy a csapat jó. Nézték, mi szeret a biciklim. Az összes kismacska, ami volt a portán, mind ott volt. Meg az összes macska. Azt nézték, hogy én hogy szerelem a biciklit. Ilyet életemben nem láttam, mondom. Anyám elbén tusolni, azt ott ült, azt így nézd, hogy tusol anyám. De hülye vagy macska, azt csapjog a víz is rá. Nem foglalkozik vele, hát most nem. Nem. Itt még a tájban mit aprítani, így a vitál szempontjából. Mondtam tenni a Bazsinek is, hogy mondod, neki is kéne egy szobacica, ne unatkozzó. Igen. Ja, igaz, szőrös, négy lábú. Egy két lábú szobacica kéne Balázsnak. Ja, ahogy? Abzon a szája minden reggel, amikor följön. Az biztos, nem tudna, hogy szólaljon meg. Na majd egyszer legyünk Bazsi Szegedre, elviszünk kurvázni. Na, magosan mondtam. Rossz lányok. Ez erőnyes. Hallod Bazsi, hogyha lát, nézed a live-ot, hallasz engem, hogy 2000 üdlészének hallod a szíved leszakad, elhírja, azt mondja a helyi népség. Lehúzdálja a manduláidat a tökeit helyre. Az hiszem. Mikor beindul a Thomas pumpa, vagy a Thomas szivattyú. Elindul a pedroló. Vagy a búvár pumpa, amikor elindul. Azt hiszem, azért mondom azt, hogy a 2000 üdli színig szíved leszakad. Szerintem, hogy ebből mi igaz, mi nem? Én ma azt nem tudom. Nem próbáltam még úgy, hogy nem tudok nyilatkozni. Igaz, néha melyiknek akkora hízak van a fogak között, mint két évben nyári szünet, de hát nem baj. Mi fogalsz? Na. Jó. De hát arra itt arra... Mondanák valakit, csak rájban. Aztán már egy jó párszor elsütöttük, aztán tudom, kire gondolsz. Live-ra is bautolgatod. Jó, szilveszteri live-ra is vigyorgott, van is róla fényképeztem. Küldtem Snapchatre a streaket, aztán akkor benne maradt a fényképeben, vigyorgott, jó, Istenem! Na jó, fejöttem. Tényleg, papi, meg akartam utól keresni a szilveszteri live-ot, vissza akartam nézni, rögne akartam, hogy ott te levetted már. Nincs benne. Bassza, de nem baj. De utána még egy jó pár óra pirőgünk rajta. Jó Istenem. Milyen a 68-30? Nem sok mi nézője volt most papinak igazán, de úgy most is 18 van. Itt a live alatt írja ugye. Vége a live-nak? Nincs vége a live-nak. Csak itt ugye kiírtam, most ráfésítettem, elfettem, elkezdett tölteni a live. Azt alul kiírt, hogy jelenleg 18 néző, ennyire itt tart a live. Kis szóri, ez nem tudom, hogy kell valaki. Mindenkit egyébként, köszönöm szépen a lovánokat a srácok. Itt dobott egyet. Ez itt egy átvevő pont akar lenni? Vagy van ez? Ja, most van egy map, van egy map készülőben, igaz, nagyon, tehát nagyon olaszországos map, ugye, tehát nevet nem mondok. Ott a srác úgy csinálta meg, hogy a faluba az összes kaput ki tudod nyitni. Az összeset.
Az egy fél nap és akkor te is meg tudod csinálni. Mapon kitöröd az összes kaput, és beraksz egy beépítetőt. Kaput. Ja, hát a Petőfin egyszerű lenne, ma egyszerű lesz, nem, és akár egyszerű lesz, vagy akár egyszerű lenne megcsinálni, ma ottan nincs annyi ház, de kárász 0-2 nap, és beleterik. Egy ilyen... Dik. Irány, micsoda? Egy mi van? Aki menti a vonattal a mapró. Ki bizony, meg most jövök vissza. Jövök. Most már lassan jövök vissza, jelenben leszek a mappon. Na, most akkor... Na. De kurva nagy kört csinál, olyan... Azt írja a Discordra pocok 2001, azt mondja, nem hinném, hogy ezek MTZ kategóriába esnek, mert ezek már bivaj MTZ kategóriába esnek. Melyikre, amikre? A zenképemre? Amit papi küldött. Már én is küldtem, de egyet papi valamit kettő, vagy is? Jó, Istenem. Ja, a papír azért van. Tetszem be, hogy most kapik. Mennyi lépik a hatjában? Adja! Most miten tesz le papírodat? Látom, hogy búzált, de hogy az emberékünk van? Hát zavadáspontot néztem. Na, ez az ízét kéne tenni, ilyen rács is valamit kéne tenni. Jó. Ölünk itt aztán, légy. Vasárt vakarom, az neki még jobban tetszik. Hello, nem harap. Hop. Nem csak megszabadulok minden. Kormánya játszó pedig úgy, hogy korna a legegyszerűbb amúgy. Bizony, felveszi. Az elejével főleg a portugatóval. Bizony, veszi föl, pacekul. Na, ez is jó. Vizet is fölveszi, eladni is el lehet. Jó. Ez legalább, ez biztos az, hogy működik. Tökéletes, mint a való. Hé, megjött Hero. Nézzük csak, most már rompapus felnyitott. Elnyitotta? Nem, de van, tudtuk tolva. De egyébként meg, hogyha srácok, hogyha azt nézzük,
Tehát most Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol nincsen sorompó, és neked kell figyelni, hogy mikor jön a vonat. Jó, csak az a kereszt van. Van itt. Fenn vagytok még a szállára? Fenn. Van itt a karaszt is. Meg kell hagyni ezt a pényt, a sorompót meg le kell bontani. Igen, éppen erre gondoltam én is, igen, mert... De csak itt nem működik. De van egy retrofilmes videó fönn a YouTube-on, abban még van pont egy ugyanilyen benne, hogy Zillel vitték az oxigén palaszkokat, ugye? Igen, igen, arra emlékszem. Pirossal villogott, és ugye meg kellett, hanem menünk sorokkal. Elment a kis vonat, és utána még elkezdett megérendíteni, és akkor kiszállt a kormányzat, azt utána ment tovább. Igen, van olyan, volt egy olyan film, csak most a vasúti közlekedés. Ne, nem az volt a neve neki. Azt tudom, hanem hogy oda kellett figyelni a csávónak, a söpörnek. És akkor egy szerencsés nap volt a neve neki. Igen, talán valami olyasmi. De most nem emlékszem, én azt láttam én is. Jaj, nem tudom. Gumi Maci írt nekem pont. Hogy? Nyomassa a live-ot. Miért Gumi Maci? Guburgurui. Vagy kérte a csomagot. Ja. Hallod, papi? Most belemondom live-ba, de minket beszélek éppen ki a live-ba. Hogy? Mondja, írjál majd a chatre. Direkt nem írok, kibeszélek minket. Most rólam volt szó, az előbb meg rólam. Mi a gyereknek a neve? A Lászi. Ja. Hogy van, mi van ma? Ma megint nem tudnak utánozni ezt viszket a Dunni, vagy mi van? Hanem most utározták Hírónak a hangját. Hát megbasszom a hangját. Igen, elküldtem a live-ot, hallod. Mindjárt. Ide nem küldöd. Direkt nem írok a chatra, direkt nem írok a chatra. Megosztom, hogy itt csinálkozott a módpakkévek, hogy jöhessen játszani a lászpárték, aztán utána pofászható volt. Meg rólunk. Csak azért akart jönni, hogy az Olajos Zolikájának a bakját fényesek ugye szoktad, hogy odaadja a boltpakkomat, de nem jött össze, mert hamarabb gondolkoztam én, mint ő, azt gondolta volna. Csak a szokásos... Hé, azt úgy hallnak a hangja, more. Na. Megvan a csodálatos brigadot. Jó. Elkültem íróra, hallgassa. Azért kellett volna a boltpak, hát tudom én, hát azért nem adtam oda neki. Láttam, meg a kémjeim jelentették, hogy hol van, meg kikkel van együtt, azért nem adtam neki semmilyen pompot. Küld be a kettőbe, de akkor halász is van, tehát csak abban. Beküld a motocul a kettőbe is, ott vannak. Papi. Mit? Akkor nincs halász van, tehát csak abban. Nincsen, hát én nem vettem vissza. Azt mondtam, hogy majd megkérdezem a csapattagokat, hogy szeretnék-e, hogy velük játszott. Én nekem már mondták, hogy kikkel van együtt. Azért ja. Nem is izéltem, vettem vissza. Kérte valamelyik nap is írt, hogy most már tudok jönni játszani, adjam oda a módpakot, mondom, majd a többiekkel megbeszéljük. Jól, köszönöm. Kérlek, menjek a szutykával. Írjak be a csetre. Nem írj semmit. Ne írj semmit, hallgatni akarom, mit hagyom. Nem kell velük foglalkozni. Nem jó. Meg kell senkivel se foglalkozni. Mi csináljuk a saját dolgunkat, lábunk nyomába úgy se léphetnek, szóval engem nem érdekel. Nem szeretem a zászlent hazug embereket. De dolgosan játszik. Hó, beszólogat.
szólogathatnám, hogy megosztom, hogy hogy verte össze magát Szilveszterkulcs részeget. Hallod, szerintem beírjam neki, megkérdezem tőle, megmutassuk. Éppen live-on. Nyugodtan osztogathat nekem meg. Aztán meg van azt is megmutatom, hogy miket írkább, hogy csinálkozott meg mindent. Tehát, hogy ilyen álszent emberekből áll ez a parmi közösség. Hallod, szerintem akkor... Figyelj, akkor... Nem kell neki írni semmit, csak majd visszanézni, hallom. Azt mondja, hogy Transformers Miklós. Aha, Halász mondta? Igen, Halász mondta, én is hallgatom. Már megint nem bír a picsáján megülni. Írja neki, hogy még tegnap előtt szopkodtad a payload, most meg van a Transformers ezen? Valamelyik kötik, akkor írjon neki. Beírom én, beírom én. Én ki vagyok tiltva. Meg van változtatva a nevem, odaírom, a tegnap előtt még szoptad Tapinak a kis pucáját, ma meg. Teszed itt magadat? Édes Istenem! De most ez hol van ez? YouTube-on beküdtem a Mocuculo 2 szobába, nem így izé beküdtem be. Nyilván. Mocuculo 2-be? Igen. Na, csináljak amúgy, annyira nem érdekel. Hát nincs, én nem látom. De várja, most nézem. Sír a vódokért, sír azért, hogy mappot adjunk neki mindenért, aztán utána meg az ember fikázza. Papi, jó lesz. A tegnap előtt még szokottad Papinak a példát, most meg pofászok kis férnek. Jó lesz. Csak én ugye ki vagyok tiltva. Tehát próbáltam írni, de azt érted, hogy ki vagy tiltva a chatről. Nem is beírtam. Tommy Gang, mint az a neve. Itt nekem nem is mutat semmit mondjuk a chatről, de mondjuk én nem is vagyok már. Jó volt, köszönöm. Pácsinta? Nem kérek most meg is. Hát nem értem, te is ki vagy tiltva, úgy lehet, akkor nem jelent meg. Vagy ha nem vagyok rá feliratkozva. Ha nem vagy feliratkozva, tudsz neki írni. Habhára én sem voltam feliratkozva, tudtam neki írni, és akkor mondtam, hogy iratkozva, azt akkor nézem, hogy föl lehet feliratkozni, jó? De elküldni elküld, de nem írta, hogy nem bírja. Amúgy ez a Máté gyerek is, tehát, hogy én megfigyeltem, hogy itt, ahogy itt volt velünk is, meg mindenén kedveltem, meg nem gondolom, hogy rossz gyerek, de olyan, mint a bumerangon, érted? Picsárugják, vagy eldobják. Tesz egy kört, aztán visszarepül, ahol picsárugták. Tehát, hogy ez az igazi félek stíl. Sátközőrű van szó. Sátközőrű van szó. Persze, hogy rólad, mindenkiről van szó. Hogy de? Nem csak rólad, mindenkiről. Ez most az egész csapatról a live elejét még ők... De én mindig ezeknek rólad. Csak azt tudom mondani, hogy vegyék föl a tempót, adjanak az embereknek, mutassák meg, hogy mit tudnak, majd utána nem... kinyithatják a szájukat. Hallod? Hallod? Ez nem járt házi állat, azt mondja, házi állat megy. Balázs, amit csinált karakter még 19-ben, talán az a karakter van neki lerakva, dolgosra. Szóval ez az a házi állat, a kutya, ne... már csak izé, vacsora. Ennyit érnek, tehát ennyi az ember. De hát ebben is tudod, kinek a keze van, hogyha... Cigány, várjál! Hoho, Rozi. Rozi, várjál, Rozi. Inkább nem nézem tovább azt a videót, mert... Én sem nézem, mert... Nem, mert ott van egy... reanimált az a figura, ember. Ja, azt láttam. Írjam be izének. Ne, hallgatok faszomban. Ezzel próbálok nézettséget szerezni, mert van neki 300 feliratkozója, az 10 ember néz, vagy 3 ember nézi. Szia, Antti. MG Isolé, annak van 8, neki meg... Csöndet kérek, figyeljetek ide. Én most bemegy hozzá a live-ba a másik telefonon. Ne menjél, hagyjad az agyam. Azt mondja, gyere már a DC-re. Bemegyek és akkor csak maradok csöndbe. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak gagyogni. Mivel hogy ezért másik Discordon van az iPhone-on, ugye a Kamu Discord, azon meg ugye fel tudok menni, és nem tudják, hogy ugye ki van. Na, hát csinálják, a direkt csinálják. Azért, hogy nem tudom, hogy tovább a videót, meg készítettét értem, hogy begyújtsam a kocsit, elvegyek oda a kocsit. Igen, csak a T-hangulat is utána osztják, mikor live elkezdődött. És mert másról nem szól az irigységről, szól meg arról, hogy egy nullát, azt próbálnak nézettséget szerezni, de az baj, hogy ezzel nem sikerül nekik.
Mária. Ez mindig ez megy. Ezt csinálta ez a, az a másik gyerek is, ez a tothagyász. Ez is csak azért csinálja a cirkuszt, mert egy figyelemfelkeltés, figyelemhiányos, nulla, nőtelen, pattanásképű, lófejű, 10 kilós kis süldő, azt azért csinálja, érted, mert így próbál magának nézettséget szerezni, meg embereket, de nulla gyerek, nem tud, tud módolni, nem mondom, szép dolgokat csinál, de, de akkor is egy nulla gyerek, érted? Egy nő, tehát te azt se tudja, mi az, hogy nő, az anyán kívül még az másikat nem látott 18 évesen, azt is akkor, mikor kijött, azt arra sem emlékszik. Halász Máté dettó ugyanaz, mert azzal varacskos disznó fejével, meg hullarészegen össze-vissza húgyozza magát, meg okádja a szobáját, meg veri magát, az se talál magának egy nőt. Ezeknek mind ez a legnagyobb baja, kisebbségi, feltűnési viszketegsége van, mert nem tud az életben magának találni egy értelmes elfoglaltságot, csak azt, hogy másokat próbál elnyomni, hogy ő azt higgye, hogy nagyon kemény. Az a baj, hogy a farmi közösségben sok a felnőtt, és tudják, hogy ezek erre mennek. Ne tisztelet, ne tiszteletem az uraknak. Halász, szeretnéd azt, hogy kirakjon most Poki Live-jába tégedet, ahol hullarészegen agyon húgyoztad, okáttad, verted magadat? Csak kérdezem. Ennyi volt. Kis tiltottak? Meg figyelj csak, meg sír a szád a módpaké, az összes messenger üzenetet kell kirakjám neked most, én élő live-jában. Hallod? Annyira nagy volt a szád, hogy te mindenkihez elmész felrekedned, hát figyelj, jöhetsz a polkát. Én is jár a pofát, bazd meg, annyira nagyon ideje fogok kedvencem magam. Már egy kicsit, annyira nagyon jár a pofát, bazd meg. Leadjuk, hogy mit látunk, meg ilyenek. Meg ilyen kecsi. Azt akkor, ha ennyire jár a pofád, ennyire fasz a gyerek vagy, akkor tényleg a, ott tartasz, hogy a kocsit vezetsz meg ilyenek, bazd meg, meg az egyik turbós, akkor gyere, bazd meg, várjunk sok szemben. Hallod? Jó, szemtől szemben, melyiknek van akkor a szalát, az olajon Zoli kárkozza a 15 kilójába. Halász. Figyelj, mi van az? Figyelj csak ide, halász. Szemtől szemben. Most meglátják a nézők, hogy milyenek emberek vannak. Persze. Ők pofáznak azt, amikor van nekik szóval, még ők vannak felháborodva. Annyit fogok neked, halász, most mondani. Na meg a Benike, a másik ott a háttérben, már hallom. Az is itt szokta valamelyik tapa csetel, hogy ő nehogy bajba kerüljön. Hallod, halász, én csak annyit mondok neked, hogy én inkább nem az, hogy a kocsiba tankolok, annyi üzem, hogy egy elmények hozzád, az a dagadt fejedet szét legyen verve, hanem inkább jobb dolgokra költöm a pénzemet. Mondja ő, aki 100 kiló 17 évesen. Mondja ő. Figyelj csak, te beszélsz, aki 250 kiló 18 évesen. Hogy legyen 19. Hát hallod? Hát figyelj már ide, hát némelyik koca anya disznó megirigyen ezt a kerek fejedet. Hát ne szólja el, ezt azt ő sem vékonyabb. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ezek semmi mások, csak szájkaratésok. Látja. Dejfokarcos volt. Hát leszólja a Petyát, de ő se különb egy fokkal se. Mindegy igazándiból majd izé. Live-ban mindjárt megmutatjuk a csoda művészetedet Szilveszterre. Na, ki lettem tiltva, ennyi. Hát ezek ők, Utogatom, ne foglalkozok én ezzel. Itt a live hallják az emberek is, hát ő szín, azt ő sem vékonyabb, mint te, meg nem is szem. Petya, legyen neked több beszéd. Legyen nekünk, több leszünk. Én nem foglalkozok vele. Legyenek, több eszünk, ne foglalkozunk velük. És csak a feltűnési viszketegség meg, hogy embereket szedjenek maguknak. Benike is hallom, ott dubál a háttérben, azt itt írkált a csetre, hogy legyen béke meg minden. Most meg mekkora szája van adnak a gyereknek is. Az is egyik pillanatban ezt mondja, már hazudozik össze-vissza, magyaráz mindenkinek, így arcoskodik. Benike. Hát ide járt be, tudod, amelyik mindig bejött ide beszélgetni, az. Vagyis ha beszélgetni belépett, azt... Most bementem olajosséghoz, azt onnan is kitiltsonak, hogy direkt azért mentem, hogy kitiltsonak már csak azért ki is tiltottak onnan, hogy hát a jó Istennek.
Majd figyeld meg, 3 hét múlva meg a kárászpapon nyomják a játékot majd. A... Most is azon játszanak, amit mi hoztuk át, mert ők arra képtelenek. Tehát, hogy... Na persze. Most érted? Nem kell ezek, nem kell ezekkel foglalkozni. Nézd, ma, azt még érdekel privátban, kuplumpercseját kenyed meg jól, kenyed meg jól, hogy ne csúszson. Azt... Írogatám privátban, ho-ho! Ha, hát írjad, le kell szarni. Ezért kellett halásznak, hát én nekem mondták, hogy ott van az olajos seggében már megint. Én azért nem adtam neki, azért hivatkoztam rátok, hogy majd a csapat elmondi. Hát azért nem adtam oda a bótpaktot. Én nem is kedvelem annyira. Én nem vagyok hát már régen jöttek a besúgók, azt mondták, hogy hol van. Ezek azt hiszik, hogy nem mondanak el mindent. Hát ők saját maguk árulkodnak egymásról. Hát olyan beszélgetéseket tudnák mutatni, hogy egy-kettő meglátta, azt se tudná, hogy most ki kitöljön meg, meg ki hazudik kinek, meg ki kinek, meg mit csinál. Hát küldik nekem. Azért mondtam meg, hogy inkább jobb dolgokra költöm a pénzt, hogy a kocsiba be tudom folyamatni. Még lehet, meg is tudom nektek pénz, mutatni. Elmegyek hozzá. Várjatok csak egy másodperc. Figyelj, nem kell itt izé, nem kell azt gondolni, hogy pofátlanok vagyunk, meg kell mutatni, kész. Ennyi. Ezzel nem lehet mit csinálni. Messengerem volt. Még figyeljetek, még itt van. Ezt most azért csak az egyéb megmutatom, hogy mégiscsak, hogy... Hát ez azért... Vagy ahogy azt mondjátok, hogy hazudok, meg hogy így úgy amúgy, a 3 üzenettel... Figyelj, eddig is mindent megmutogattunk tulajdonképpen, most már ott kell tartani azt a szokást. Hol van ez a gyerek? Tesó... Mutasd meg a videót, mikor összeállítom. Nem, mutatok én a írtam neki, mi van a kompilé, mutass a live-ba. Most írtam neki, mondom, nézed papi live-ot. Nézed, ott van. Figyeljétek. Itt van. Hello, hétfőn írta. Hello, visszamehetek multira, csak aktív, én már aktív tudok lenni esténként, szóval akkor mehetek, írtam a csapattal, meg kell beszélni, mikor mindenki ráér. Akkor írt, hogy miért vettem el a rangját DC-n, itt van szinte a Marton Balást, Marton Gyásznak a live-ja küldözgette. Itt még 29-én, jaj, a csapat egészségére akar inni, akkor Discordon írta, hogy hogy kellene neki a dolog. Papi, azt írt a csetre, halász, hogy gyertek DC-re, kutyák. Nem, azt írta, hogy gyertek be, várunk mindenkit. Jó. Itt írta ide DC-re, faszom, ide írta élőcsevegőbe, hogy gyertek DC-re, kutyák, szerelme, smiley, meg csókó, smiley. Jó, csak idegesítsen, jó, homlokon bele, mondjuk a párcsolat, a fejed beszakadottató mehet a rákba. Hé, ma izé, olajos is írt, lehet bejönni DC-re húgatni. Jó. Locsoljál magadra egy kis vizet, mert nagyon ég a fejed, te. Ugatok én neked addig, gyere te ide, hogyha ugatni szeretnél. Már hogy azt tudsz, az biztos, mert egy kutya vagy, látod? De itt van-e a Halász Máté sírása, nézzétek csak, még itt is írt a 6. hónap 9-e. Halló, elkérhetem a volt pakkot, mert már tudok menni, majd erről beszélünk. Tudjátok ki van benne? Tomek, Benny, Halász Máté, Lundbot, MG Zoli és Tóth Albert Bence is. Persze, hát azért jár a szájuk, csak a Tóth az húsban van, mert fosik a valaga a kis lófejűnek. Hogy kell kilépni? Persze. Rámész, ahol van a neve neki, aztán ottan egy szerve elhagyása. Vagy hogyha valamit írja nekik, azt írtsanak ki. Nem, hú van, csevegő. Persze, látjátok, ilyen például ez a Halász Máté is sírt a szája, hogy utána ezeknek, de előtte vissza tudnám keresni a beszédet, hogy az olajosról miket írkáltál a Tóth Albert Bencéről, meg egyéb emberkékről, meg a Benike Komádról, ezeket is majd mutogass már meg neki, ne aki törölt üzeneteket, de majd én megkeresem és kitűzöm ide. Ki is tiltotta? Az oldalra, hogy... Ja, itt nem tudok átmondni. Hogy Mátéka, akiket szíttál, azokat majd most úgy meséld el nekik, hogy miket szíttál. Tehát, hogyha most ennyire nagy barátok vagytok újra. Ezeket mindig elfelejtett, tudod? Ez a probléma veletek, ezért vagytok egy elmaradottak, egy nőtelen, egy pattanásképű, egy nullák vagytok, 18-19 évesen.
Bár még az olajos Zolikára azt mondom, hogy ember van, az legalább beül, dolgozik, az még talán őre azt mondom. De ti? Te szídod például Máté a Sárközit. Hova szídod? Te szebb vagy? Te szebb vagy? Te is duci ember vagy, mint ahogy én, mint ahogy a Sárközi vagy, mint ahogy a harmadik ember. Azt lelájba így disznol meg. Ugyan milyen ember vagy te gyerek? Gondolkozz el. Kapnál egy pofont, azt azt se tudnád, hogy melyik sarokra szaladj, bazd meg bocsánatot kérni. Még anyától is bocsánatot kérni, hogy kaptál egy embertől egy pofont, bazd meg. Még antikáról is pofázik egy 15-14 éves kisrácról. Milyen szabad gett? Így van. De az a 14 éves gyerek is beleül a traktorba, dolgozik. Ennyit tudtok, ez a legnagyobb probléma. Várjátok, halász itt a ja, gyerek, hogy vagy mondjátok azt, hogy nem mertek gecire, realisztikusak vagytok, Petyát. Ösztöve. Ennyi? Hát ez az erővel téged is felültetettek a pultra, hát te sem vagy külön. Meg én nem vagyok realisztikus, mi csak csinálunk dolgokat így a mappokban. Nem tetszik, vagy zavar, vagy irigy vagy, mert akkor gyere be, és akkor megtanítunk, hogy te is tudj valamit alkotni, ne csak a pofádat jártatni. Minket azért jönnek ide nézni, mi nekünk azért vannak nézőink, nekünk azért vannak barátaink, nem csak olyanok, mint neked, hogy eljátszák, hogy a barátaid, meg te is eljátszod, hogy valaki barátja vagy, azt milyen is megbántanak, szaladsz a másik emberhez, ugye? Ezt ne felejtsd el, hogy ilyen ember vagy, hanem mi csak adunk, érted? Nem elveszünk, meg nem privátozgatunk, adunk, érted? Ha ez fáj, akkor írd le, mert megértjük ezt is, mert nincs ebben semmi probléma. Vagy ha nem tetszik valami, nyugodtan megírhatod a véleményedet, ha úgy gondoljuk, jól fogadjuk, ha úgy gondoljuk, nem, majd összességében dönt a nép. Tehát, hogy nem értem, hogy hogy jövünk mi megint a ti live-otokba bele, hogy jön bele egyáltalán a mi csapatunk, mikor szó se esett rólatok. Tehát, hogy értem, hogy szeretnétek nézőket, mert hiába van ezer nem tudom hány száz néző, azt nem jut el 10 nézőig az ember, nagyon tudom sajnálni. A másikkal egyetembe, a nagy tudású pattanátfejű lófejűvel egyetembe, még a beleit ki nem húzol a száján keresztül. Nem hiszem erről a Sárközi. Úgyhogy ennyi. Nincs annak nagy szája, élőben egy nulla, elbújnak, ezek egy gyerekek, Krisztián, ezekkel nem szabad foglalkozni, ezek gyerekek. Kap egy pofon, mondom, még anyuhoz is meg bocsánatot kérni. Érted? Mert oda mész. Papi, azt, amit betettek, most halászik, töröl ki, mert nem a... Mit lehet veled, Zolikám, megbeszélni azt, hogy milyen alpári vagy? Mert te már bemutatkoztál, hogy egy alpári vagy. Te veled nem lehet beszélgetni. Parasz gyerek vagy, jó kötésű gyerek vagy, de mellette olyan alpári vagy, hogy nulla, amit csinálsz. Várjál, na hagyjad, ne töröljek itt. Mindjárt odaírom, ott megjelenem, kukacevni van, azt akkor szépen mindenki írhat, amit szeretne. Nem DC-n kell arcoskodni, ez a másik, élőben kell arcoskodni. Másrészt meg azért, mert most a Totha ott van nálatok, megjátsza ott magát, de ő meg aztán főleg megjátsza, mert ő meg is játszhatja a nagy tudását, majd várjon ő csak még, ő majd megjátszhatja magát. Maradjunk annyiba. Máté, te is gondolkozz el, nézzél tükörbe, majd miután ledisznóztad Petit, menj oda a tükörhöz, disznózz le magadat is, mert te is az vagy velem együtt. Hát a Pucok 2001 már írt, hogy azt mondja, miért kell embereknek ilyen undorító képet csinálni? Tehát, hogy így gondolkozni kell. Nem tudom, hogy nektek mire jó ez, vagy mit szeretnétek ezzel generálni, vagy hogy bemondjuk a neveteket live-ba, mert akkor írhattatok volna live előtt, vagy mondjam be, hogy Halász Máté egy fasz a gyerek, mondjam be, hogy Olajos Zolika egy fasz a gyerek. Bemondtam volna, higgyétek el. Ha ezt szeretnétek, megoldjuk. Jelen felkeltés. Ne így akarjatok, hogy arcoskodtok neten meg a fotelba, mert az a baj, hogy csak ott tudtok, élőben nem. Én az összes közül, tudjátok ki az? Nem azért, mert ismerem Olajos Zolikát, csak nézegettem a fényképeit. Az összes, mind a hányan ott ültök a monitor előtt, azt jártatjátok a szátokat. Közületek ő az egyetlen egy ember, aki oda merne állni bármelyikünk elé. Többi mindegy korcs. Mindegy korcs. Egy nulla. Egy alomból kimaradt, kilökött valami. Ezt így megmondom nektek. Így megmondom. Fényképről, ránézésről. Ránézésről megmondom nektek. Nem azért, mert félek tőle, mert nem félek, mert gondolom, hát olyan a gyerek, hogy a combom olyan vastag, de nem azért, mert a combom zsíros, mert gondoljátok, lefotózom, hanem azért, mert, na, ő egy parasz gyerek.
A többi az mind moslék. Nulla. Nulla. Csak a szája jön. Berike is itt írkált a csetre, Tomek itt írkált a csetre, csöndben vannak most is, ugye? Nem pofáznak bele, békét akartak, békén is lettek hagyva. Nem is szól az ember hozzájuk. De hát ugye az a nagytudású lófejű, pattanásképű, ugye hát az már megint csinálja a cirkusz. Alánc Máté szintén csinálja a cirkusz, mert nem ért el a célját. Természetesen, hát ezzel nem tudsz mit csinálni. Ilyen ember vagy, mész faszról faszra, azt ennyit érsz. De más nem tudsz csinálni, nem vagy több az életben. Nem vagy több. Egy kimlingyó. Ahol éppen megállnak neked, vagy éppen felvesznek, ott el vagy egy-két-három hétig, hónapig, aztán mész vissza ugyanoda, mert máshol nem kapsz tukit. Ennyi vagy. Hát most én magyarázom, hát én nekem kell elmagyarázni 33 évesen, hogy milyen ember vagy 18 évesen, nem vicceljünk már gyerekek tényleg. De csináljátok már magatoknak, mert saját magatokat égetitek már, még nem is engem, mert fel se idegesít. Már ilyen naturban beszélek az ilyenekről, mert már úgy megszoktam. Hó, még lakom? Valaki vassal? Azt lehet, hogy ide jöttetek volna, azt mondtátok volna, hú, srácok, segítsük a kárászpapba tesztelni, vagy segítsük valamit. Még azt mondtam, hogy gyertek, segítsetek. Nem irigykedni kell. Emberként viselkedni. Van még egy 14 éves kis takonyfótus, aki még izé pofázik most a képekben. Nyugodtan mondhatják. Nekem nem érdekel, vagy törlöm, az kész. Ha megbekaptam én az agyam, az most akkor szintjék össze egy pár videót, összefotoshopolja még egy gyorsan, és akkor Discord Nitron előfizet, és akkor szépen megküldjem a képekhez. Hova akkor mi látja mindenki, hogy milyen ember. Tudják ők nagyon jól. Na. Nem kell itten bemutatni senkit. Aki ismeri, tudja milyen, ki nem ismeri, nem tudja milyen. Viszontlátás. A legnagyobban szája még mindig annak a T-betűs nyomoréknak van ott a háttérben, annak a lófejűnek, mert ugye annak se fényképe nincsen magáról semmi, mert nem meri magát felvállalni, de a szája akkora, hogy olyat még nem láttatok, de majd nehogy úgy kell neki összevarni a száját. Majd én nem felejtek sose, én mondtam. Lehet, hogy két hónap múlva, lehet, hogy egy év múlva, de én nem felejtek. Én soha nem felejtek. De nem felejtett, csak mikor hirtelen ott állsz mellett, és mikor kap kettőt jövőnek. Arról akkor, hogy jusson eszébe, hogy minek kapta. Persze. Azt mondta halász, hogy az elefánt nem felejt, de a Mr. Papi viszont, igen. A pont, hogy fordítva, hogy egyik se felejt, igen. Nem, én nem felejtek. Soha nem szoktam elfelejteni, se a jót nem felejtem, se a rosszat. Én már kaptam az életben jót is, rosszat is az emberektől. Én nem felejtek. Hagyjátok már őket a faszra, ha valakinek valami nem tetszik, vagy irigyek, akkor csókolják meg a meglukamatot esdik. Jó, hát én nem foglalkozok velük amúgy csak. Nem szeretem ezt, tehát ez olyan, mint mikor eszek egy asztalra, aztán odapullázok. Tehát Máté ezt csinálj, értitek? Láttátok, azért mutattam meg a beszélgetést, hogy itt írt még hétfő reggel is, hogy jönne a csapatból minden. De már rég nekem mondták, hogy hol van, nekem már rég mondták az infókat. Csak hát ez azt hiszi, hogy hülyék az emberek, de nem hülyék, hát utálják, mint a szart. És persze, hogy jönnek mondani, ez a baj ezekkel a gyerekekkel, hogy bár sokszor hamarabb tudjuk, hogy mit akarnak csinálni, meg hogy mi lesz megosztva, ami vagy a nevünkbe, vagy rólunk szól, mint ahogy azt ők gondolnák. Csak hát ők ezzel nincsenek tisztában. És az a baj, hogy egymás között csinálják az egészet. Azt mindenki ilyenkor, hú, de nagy barát, az közben meg a... Lehet, hogy éppen Tomek küld nekem képet, lehet, hogy éppen Benny kell, de lehet, hogy éppen... Akárki, lehet, hogy Olajos Zolikat, nem tudhatjátok. Lehet, most azért védtem Olajos Zolikát, vagy mondtam, hogy őt nézem embernek az összes közül, mert lehet, hogy ő nyomja nekünk az infókat, érted? Tehát, hogy nem tudjátok, tehát a eszetek nincs kitalálni. De mindegy, hagyjuk. Addig live-os, papi. Már nem nagyon live-ok, még kerülök itt egyet azt a gyűlőt. Tehát nem kell itt agymosok majd így előveszi a pofáját, ahogy olvastam az üzeneteket Messengeren. Tényleg én ezt az egyet nem értem. Ha valaki kövér, ebben mi a probléma? A népesség nagy része sajnos már kövér. Mert ott a statisztika, meg kell nézni. Egy. Kettő. Miért egy kövér ember mondja a másikra, hogy te disznó, mikor ő is olyan disznó? Én ezt az egyet nem értem. Hogy miért érzi ő magát különnek, mint a másik?
Hallod, már neked is beszólok, a grafika meg nincs. Dickmámorra még azért nekem is kicsit. Grafika? Nincsen testvérem, nincs. Ez még mindig 2K. Tudod, még mindig nem 1050-nál nyomom, mint te. Tudod? Meg kölcsönkért laptoppal. Vagy hát, hogy az is mekkora kamu volt. Hát igen, hát, meg hogy az autómat elvittem szervízbe, azt a hengerfeje sem hoztam hozzá. Ja, azt is mondta a Totha úrnak, hogy elvittem Tothájékhoz megszereltetni a BMW-met, ami nincs, de elvittem, mert utána már 20 milliós Arteon átott, na mindegy, az is valami vállalkozó volt, biztos mert valamit megvenni, na mindegy. Azt elvitte a Tothájékhoz, azt így szitta, hogy oj, megcsinálta a Tothának az apja az autónkat, a nagy vállalkozó, azt hengerfejek volt, meg minden, meg ki se cserélte, meg rossz alkatrészeket tett bele. Ó, ezt is meséld el a komádat. Nem is fényképes bizonyíték még egyébként, ja, ja. Is még Discordra. Ja. Ilyenek, tehát, hogy ezt mondom, a saját egymást is ölik ám a háttérbe. Mondom, ha leugrik a kolbászról, megy másikra, akkor oda mondja a dolgokat. Aztán arra a kolbászra, akkor megy vissza, ahol volt, mert az íz lett meg. Ilyen emberek vannak, na. Őket, Alek Roland. Ja, a szája van, mindenkinek tehetség nulla, a jóisten küldjön neked, meghívott, gratulálok a live-okhoz, a videókhoz, közüzében a kis. A jóisten az már küld nekem meghívott, testvérem, még egy 20 évet ad a jóisten, azt mondta, hogy a gyerekemet láttam, hogy betölti a 18 évet, meg megvegyem neki egy olyan 70-80 ezeri az első Merciét vagy Audiát, az a tervem, 70-80 ezer euróért, hogy megkapja tőlem a 18. születésnapjára, azt utána a jóistennek, még ha gondolod, elküldöm a telefonszámomat, írj egy SMS-t, hogy vigyen el. Csak ezt az egyet várja meg, hogy a fiam 18 éves legyen. Utána engem vihet a jóisten. De vigyen csak tudjam megvenni neki az első autóját, amiben beleül. De nem is kell, hogy 18 legyen, mert már elég, hogy 17, úgyhogy még van 15 évem hátra, nekem az elég. Elég is, mi a fasznak dolgozzak tovább? Vigyen a jóisten! Minek? Gyerekemnek életet adok a kezébe, onnantól engem nem érdekel. Engem most se érdekel semmi amúgy. Mire gyűjtsek? Megyek egy gépet 4000 euróért? Megyek egy házat magamnak Németországba? Akkor van otthon kettő? Vagy mire? Nekem nem kell semmi. Nekem az kell, hogy a gyerekemet lássam, hogy felnől, meg a kezébe adjak egy autót, és utána vigyen a jóisten, ahol akar. Addig azért ne. Addig ne. Nekem nincs vágyam az életben, nekem már nem kell semmi. 11 évvel fiatalabb barátnő van, egy gyönyörű nő a barátnő, vagy már az élettársam lassan feleségem lesz, mert elveszem. Az életemet végigkúrtam 26 éves koromig, 27-ig még össze nem jöttem vele. Minden egyes nőt, amelyik megállt, minden egyes nőt, amit akartam, megkaptam. Annyi pénzem volt mindig, hogy soha nem éheztem. Mindenem meg volt az életben. Nekem mi kellett töltöm? Van pár barátom, akinek felemelem a telefon bármikor, ott van mellettem, segít rajtam. Nekem nem kell más az életben. Nem kell. Bár ha most elvinne a jóisten is, az volna, de... De ne vigyen el, mert a gyerekemnek még akarom látni, hogy felnő. Akarok neki adni valamit az életbe még. A tudás nem is sokat tudok, mert úgyis hülyének vagyok titulálva, de legalább pénzt adjak neki, mert azt legalább arra képes vagyok, hogy azt keresnek. Na, én meg közben... Te nem vagy olyannak, mint én. A német vendégmunkás, Totha úr. Német vendégmunkás, apáddal összekeversz. Még mindig ez a német vendég. Szabos, szia Szabos! Inkább éljél 100 évig. De ahogy élek 100 évig, a jóisten ne kívánj nekem ilyet, te! Ne verjél ezzel! Ne verjél ezzel, 100 évig éljek! Engem úgy verjél a jóisten oda, hogy a gyerekem legyen 18 éves. Nekem az elég. Nekem nem kell több. Nem kell az életbe se semmi. Esküszöm. Jaj! Nem indítottam el. Vagy becsuktam. Nem indítottam el. De ahogy éljek 100 évig, killódjak! Jó, én nekem az, hogy a gyerekem éljen meg azt, hogy, vagy a gyerekemet éljen meg, hogy a 18. születésnapja van, megkapja mindent. Na. Figyelj már, nézzétek a csetet, majd légy szíves egy kicsit, mert majd Fogam mindjárt. Iromány. Hol? A csette? Hé, megszólalt a hangmérnök úr, a Tótha. Na, megérkezett? Megérkezett, egyik monitor ketté rakva. Egyiken a live megy, másikon meg izé. Egyiken a live, másikon meg a izé.
Persze, hagyd menjen, hagyd nézzék. Én mondom, nem érdekel. Bizok is egy Red Bull-t, hamar a főrobban a szívemben. Mi íthat meg engem már ezek a kis fattyusok? Nem érdekel. Hol van a baj, hogy kép nélkül, harc nélkül, minden nélkül beszélnek. Fel sem merik magukat vállalni. Azt mondja, minőségi live-ot szolgáltatunk. Otha úr, azt mondja. Minőségi testvérem, épp néztem mutka live-odat, az az minőségi volt, mit nem mondja. Azzal a két nézővel, az is a Benny volt, meg a Tomek. Mert szóljál az öcsédnek, meg a húgodnak, hogy nézzék azok is, jó? Akkor lesz már 4-5 néző, minőségi live. Ezer nem tudom, hogy ez felé még a mi volt pakkunkkal játszik egyébként. Ha hagyj játszol. De az a régi most. Az a régi. Nyugodtan játszol. Ja, aztán ez ilyen magyaráz is még utána mellé. A jó, mert az jó, teli van, van éval még. Ja, az még teli van. Az még. Nyugodtan játszhat van. Nem arra fáj az ő fogunk, hanem az MTZ-kre fáj a fogunk. Csak hát nem jött össze Mátékának a szopótúra. Lemaradva. 10-25? Hát arra a pakra is fáj a fogunk, meg elég sok mindenre fáj. Ugye Valinak a hangjait akarják ezek kilopni mindenféle képpen. Azt kéne nekik csak. Azt mondja, Zolika, hogy csináltad meg az RK kasszádat, az udivósat? Hát azt úgy, hogy ez az én RK kasszám volt. Persze. Ez jó. Itt monitor egyik felén papíler, másik felén halász live. Nézi, nézi, de nem mert pofázni már nem mert pofázni, már tudja, hogy kussa neve kis csicskának. Tudja ő már. De hát ez van megint mindennek a hátterébe, de mondom, nem sokáig lesz ő sok helyen, mert így is már kapott eleget, meg le van járatva, de lesz még ettől jobban is. Még vagy. Mi büszkén streamelünk, mi büszkén gyártunk az embereknek módokat, ti meg üljetek a kis módjaitokon úgy, ahogy akartok. Azzal titeket nem fognak jobban szeretni, meg nem lesznek nagyobb legények. Én csak azt tudom mondani. Úgyis már majdnem a módpakból minden osztott, egy-két Ez a dolog. mód? Azt kérdezi Totha, hogy meglukaszhatom az egész csapatot, Mr. Poppy? Majd meglukasztom, én már kezdem kurvára elegem lenni. Jó van, Tibi, hagyjad, ne gyökeskedjél ilyeneket, ne kelljenek el. Hát ezek csak azért csinálják, hogy vergődjenek. Mindig azért csinálják, mert vergődik, mert kevés, mert bizonyítani akar, de nem tud. Mondom, ez olyan, ez teljesen az, hogy nője nincs, semmije nincs, ezért nincs, mert a nők se hülyék. Ha látják, hogy melyik férfi életre képes, inkább egy férfinak van négy nője, amelyik életre képes, mint ezeknek legyen egy. Krisztián kérdezi, hogy tudsz neki annyira izét, tudsz neki rangot, hogy be tudjon lépni, mert én próbáltam neki, de nem bírunk ugye. Be akar ide hozzánk jönni beszélni. Mindjárt pillanatok. Dobunk egy pauzét, aztán nyomok neki egy rangot. Azt mondja, hogy mindig ez van. Duma láda, emberek hozzá adásra. Green Christian meghívás. Oké, de meghívtam, illetve rá kéne menjek. Várjál csak, Duma láda. Itt van-e szerkesztés, jogosultság. Áh, tagok vagy rankhozni. Green Christian. Tudom, már adom is hozzá, kész, így jönni, és akkor be tud ide jönni hozzá, és már ő neki úgyis akartam adni. Ő is lesz a játék, ő is fog csapattag lenni. Na már itt is van. Sziasztok! Krisz! Na csaló! Köszi papuja! Tudtam lépni. Na, így most már be tudsz. Mi a helyzet? Várjál, mert most egyelőre még pauzéban. Nem, itt vagyok közben már. Hát itt az irogató srácoknak csak egy dolgot üzennék. Én tényleg nem akarok ebbe a dologba belemenni. Annyit üzennék nekik, hogy srácok, gyertek velem Discordra, beszélhetünk. Mármint akik papíjékat meg a csapatot fikázzátok. Gyertek velem Discordra, beszélhetünk. Nyugodtan, nincs ezzel semmi baj, de azt most mondom, hogy helyet és időt fogunk megbeszélni. Ha gondoljátok, bármikor, bárhol, tehát én, a papi tudja, ismer engem, én Ferencváros turkoló voltam fiatal koromban, én bár, ezt papinak egyszer meséltem, lepődött már meg emberke, amikor oda mentünk,
bármikor, bárhol. Ne, meg te katona voltál, jó, hogy ezt, de ne, hagyd. Mindegy, voltam, papi, ez a lényeg, hogy voltam, tehát az egy dolog, hogy én... Ne megy bele ilyenbe, nem éri meg, tudom, hogy milyen vagy. Nem, papi, nem, csak én ezt nem szeretem, tudod, mit nem szeretek? Hogyha valaki... Azért ezt utálom a mai világban, mert régen, amikor mi voltunk fiatalok, akkor kimentünk az utcára és lejátszottuk. A monitor mögül kurva kemény tud lenni mindenki. Nyugodtan írjatok rám. Megbeszélhetjük. Akár hárman, négyen... Én egyet mondok, hogy augusztusban hazamegyek, én lelátogatok a Totha bagáshoz. Az apját megnézem a szerelőművekben. Oda még megyünk mink is. Úgyhogy abban, ha gondolod, gyere, én szerintem oda le fogok látogatni, mert azt a gyereket, azt vagy az apja, vagy a gyerek, de valamelyik kapni fog. Tehát ezt itt lájba kijelentem. Megpróbálok én is kérni, ezt lehet, hogy még lakci, én minden megvan, mindent tudom, hova kell menni, én, nekem még nincs izém. Adj, hogy kihívom az utcára, ürügyjel valamivel, hogy az autót nézze meg, már az utcán darálom is lefele az apját, mint a szar, meg aztán a gyereket is, aki jön. Az biztos, tehát, hogy adj, hogy ne magán a területen, mert amúgy elkölcsi bizonyítványom, tehát nem számít, ugye családtag van rendészeten, a többi az nekem nem, 8 napon belül el tudom intézni a dolgot, csak hogy érezze azt viszontlátást. De ezt nem fogom szólni külön, te gyerek, te ezt nem úszod meg, én mondtam, és ide, jól nézd a live-ot, jól mutogasd apádnak, te biztos lehetsz benne, hogy te nagyon el fogod kapni a faszt, én általam, ez biztos. Halász Máté, figyelj ide, én nem ugatok. Ugatni a kutyák szoktak. Egy dolgot én megígérek, ha én valamit megígérek, az úgy van. Az úgy is van. Hát ez hiába érogatok, én nem mehetek hozzád a Discordra, meg te kiabálhatsz, meg lehetsz arcos. Hidd el, én 2 perc alatt neked kiderítem, hogy te hol laksz. És igen, nem ugatni fogok, de te sírni fogsz, csak mondom. Nem viszitek el, amúgy tényleg nem viszitek el még egyikőtök. Ez nem fenyegetőzés, ez ígére. Halásznak a live-jába izé, azt mondja Totha, hogy azt mondja, kinek beszél ez a gyerek? Majd az a gyerek, neked beszél, a gyerek, rá fogsz baszni, hidd el nekem, te leszel az első, és te fogsz nevelni, meg te fogod megnevelni a többi kis barátodat, hogy ez nem vicc most, tényleg nem vicc. De beled ki lesz taposba, vagy a tied, vagy apád, én kettőtök közül valaki kapni fog. Mert apád is fog, mert én fölhívtam, elmondtam, hogy megyen vissza a 18 éves szádból, mert nagynak hiszed magad, arcodat nem vállalod fel. Megjátszod magadat, kiskoma, te rá fogsz baszni, vagy te, vagy valaki, de biztos, hogy kapni fogtok. Biztos. Na, még meg is írta a címét a gyerek. Jó, az én hatja. Bence. Kehély mincent, jó. Bence, ez a gyerek, amit mondasz, hogy ez olyan nagy humbuk. Azaz, aha. Az, hát arra, ez Krisztián mondott, arra érti. Az igazi címedet írd meg, barátom, ne a Csehi Mincenti kuka címedet, hanem az igazi címedet írd meg, de kiderítjük ám, nem sokáig tart. Tudjuk, hát a saját maga elmondta részeget. De azt tudjuk, mindent róla tudunk. A Halász az egy nyitott könyv. Az mindenkinek nyitott könyv. Így van, én Krisztián írtam neked Discordon. Ja igen, most értem, aha, oké. Az a... Szpátél nyitott könyv. Hát itt részegen sírta, meg mondott el mindent, tehát mindent tudunk róla, amit akarunk. Most pont, tehát őnek kéne a legjobban hallani, amikor ő róla tudunk majdnem mindent. Majd akkor nem küldesz ilyen fejeket, barátom. A üzenét is. De még a Total Bird Bence címét még direkt kérdeztük tőle, még ő küldte. Aj, mit, a BMW-t itt szereltettük. Nagyon komoly volt. Hogy szinte azt is, aztán kicserélt az apja szalalkat részt tett vele, meg mindent, meg elhoztuk, azt már szar volt, le fogunk menni, agyon fogjuk ütni az egész családot, meg izé, így nyomta. Jaj, gyerekek, ami vicc, tényleg vicc, amit csinálnak, tehát. Hát már békám, látod mi van? Én nem vagyok dagi például. Na, én 78 kiló vagyok, de legyalázhatom. Két pillanat alatt. Jaj, hát azt nem. Hát azt a gyereket, azt a tejfőszájú gyereket, azt egy pofonnal legyalázott. Tehát annak nem is kell, hogy megüss, nem is kell gyökölbe szólni, hogy kap két pofon, mondom, megy az anyjához, bocsánatot kérdő, hogy megszületett. Nem, az egy humbug gyerek, kis gyenge gyerek. Nem, tehát még ide duci, oda duci, az a baj, hogy ő rajta nem izom van, meg hasa van, mint nekem, hogy van egy nagy bele, hordó bele, sok hólától, meg a pizzától, meg az energiától, hanem ő tiszta sír. Tehát, hogy ő tényleg az a puhány. Ez az 50 kilós rák is megmambogtatja, érted? Nem,
Nem. Papi, azért én láttam dolgokat, meg tanultam dolgokat, tehát... Na, érted, mire akarok kiukadni. Meg azért én, mint Ferencváros szurkoló gyerek koromtól kezdve, mint utca gyerek. Na, érted, csibész voltam. Meg azért a honvédségnél tanultam pár dolgot, tehát valóan nekem mindegy, hogy mekkora, én nem ijedek meg senkitől. Ez a lényeg, senkitől nem szabad megijedni. Soha nem is szabad, ha már megijedsz, az már bukó. Így van. És a legnagyobb ember tud a legnagyobbat esni. Az biztos? Igen. Csak ügyesnek kell lenni. Így van. A saját hülye haverján röhögnek a Bencére, hogy azt mondtatok, hogy 50 kg. Az édes Istenem, ennyire nagy haverok akkor. Hát amúgy az a gyerek is, hát ott a fénykép róla. Hát de nagy patik vannak rajta, érted? Amit, tehát kulák vagy 600-at keres egy hónapban. De akkor a pattanáfról a fején, hogyha ezt egy kozmetikus meglátnám, mentőt hívna aznak, hogy operáltassák át a fejét neki. Mert annyira ragyák, ez az egy... Láttad mit írt, hogy kést vigyünk, mert bárd lesz felénk állítva. Ó, tesó, bárd! De már bártal jön, már puszta kézzel már nem mer, már befosott, érted? Már befosott. Gyere testvérem, gyere bárdal, gyere nyugodtan, én nem jó, viszek semmit. Jó, 16 éves katonai szolgálat után jöhet neked bárdal, hülyelsz. Gyere bárdal, tesó. Jobb, ha kilövöd, vegyél egy sniper-t, egy kar 98-at, tesó. A saját bárdoddal lesz szétverve a fejed, testvérem. Jó, Isten. Kurva Isten, faszám. Szépen beszéltem meg már itt mellettem, te nőstény. Hol az asszony? Fürdeti a kuját. Jó, még egy szaszadott kuja, olyat kapsz. Mert gyűrölöm, ha így hívod a fiamat. Cigány vagyok én, vagy mi? Igen. Az. Gyere! Még egyszer meghallom, verek rád olyat, fogad kiesik. És a hátadon köt ki. Jó. Van valami húzzáj neki felé? Most. Mindjárt. Kösz. Amúgy akartam valamit. Ó, az már rosszul esik, hogy így kezdett. De már mindegy. Oké, már meg örülök. Ja, úgyhogy várnak ezekkel a izékkel foglalkozni, a gyerekek ezek majd kis. Milyen jogvédelem, Máté, milyen jogvédelemről beszélsz? Valaki beszólt. Ja, itt játszák a kinderkombandon magát. De valami csúnya gyerek beszélt. Ó, az kicsit tárész fiú. Nyomja itt a név. Szülői, ez egy családi helyek átérítést kaptam. Hát, az biztos. Nem tudom. Micsoda, jogvédelem? Annyira nagyon jöttek a képek, arra most mit, hol van a jogvédelem? Hát ahol neked, tesó? Ott van. Jogvédelem. Csak mi nem szerkeztünk képeket ám másról, mint te és a barátaid. És ugye folyamatosan ezt osztogatjuk meg a másikról, ugye? Azt azért ne felejtsük el. A kettő között van különbség, hogy mémeket gyártuk valakiből és sorozatgyártásba nyomjuk, meg azt között, hogy... Tehát én mutattam rólad képet itt a live-ban, nem? Hát akkor én csak megmutattam, hogy itt könyörögtél a módpakkért, most meg hogy szítsz minket. Tehát, hogy hétfő óta, mert nem kaptad meg a módpakkot, ezért cumi váltás volt, mert meguntad a 22-es, most kell a 12-es, mert ezeknek mind akkora van, meg 10-es. Mert ugye az jobban elbírja a kis szád, vagy jobban bírsz vele fogadmosni. És akkor most meg itt pattogsz, érted? Hát, hogy nyugodjál meg, üljél le, beszélgessél másról. Tehát ne arról szóljon a live-ot, hogy te másokon próbálsz valamit is elérni. Nem másokon kell, hanem azon, hogy nekiállsz, megcsinálsz egy traktort, megosztod az embereknek, vagy megmutatod live-ba, hogy milyen realisztikusan tudsz játszani, vagy ilyeneket csináljál, te sopsz. Na, azzal tülekedjék, én azzal, hogy jártatod a szádat, mint a totha, azt egy nulla vagy. Érted? Nem igaz, hogy nem tanultál ennyit nálunk, vagy ennyit nem tudtál megtanulni. Hát látom meg. Hallottok, azt mondja, Benzuska live-jában halásznak, azt mondja, most azt beszél, amelyik csirogott az asszony ennek a Lukát? Az. Nekem legalább van kiét, nem magamat kell, meg a kisugomat nézni, hogy fürdik a kulcsukon, azt lesekedni, azt utána menni 18 évesen a szobába hókizni, hogy úristen, láttam egy nudit, te! Vagy anyukádat, meg, apukádat kilesni, hogy hogyan is csinálják. Ezek mikor láttak pinált papi? Tudod, mikor láttak ezek pinált papi? Mikor az öreg anyukat fellökte a kecske? Akkor. Te érted? Igen, egy szirógatom, tesó. Hát én megtehetem, tudod? Te meg még ezt se teheted meg, mert egy az...
nemi beteg is lehet, hogy az vagy, azért vagy ilyen ragyás, mert ott jön ki rajtad, mert nem vered ki, mert lehet, hogy fel se áll, és ugye a pattanás formájában tudod csak kinyomkodni magadnak, vagy akkor, ahogy nem bírod. Érted? Keci meg az agyadra ment. Igen, tehát, hogy valami ilyen problémák is lehetnek az életben, én ezt mind megértem, de próbáld meg ezt magadban eltárolni, így legbelül, próbálj meg egy kis emberi fejet készíteni magadnak, hogy kimész az utcára, ne azon röhögjenek, hogy hogy nézel ki. És hát, hogyha valami nőt találsz, aki vele szóba is állna veled, és akkor megpróbálnád elővenni a kis pöcörődet, és akkor belerakti, és akkor utána majd te is szirógatnád, tudod? Mert egyszerűen megízleled az ízét, hogy milyen az a finom ápolcs hunci, érted? Mikor a szád szélét nyalogatod, miután ott nem voltál lába között, utána már nem írsz ilyet, mert utána már te is tudod, hogy jó. De látod, ebbe is gyerek vagy 18 éves, és nem tudod, mi a jó egy férfinak. De én segítek neked, meg küldök neked oldalakat, ahol tudsz nézni egy kicsit normálisabb pornót, nem ott olyat, ahol csak belerakják, azt nyomják, hanem ahol van előjáték, hogy tanulj valamit erről. És hát, ha sikerül egy nőt szerezni. Igen. Most tehát szeretnék hozzászólni. De viszont, igen. Ha meglátnál egy olyan pillanat, amiből folyik a szakony kifelé, sírva haladna haza, azt mondaná az mondasz, hogy... Szexel egy nőt nem fogsz megszerezni, csak... Hát nem szexel szerzel meg egy nőt, de ez azt mondja, hogy én szirogatom a puncidat. Hát hogy ne szirogatom, nem ér? Hát ez egy alap dolog egy pár kapcsolatban, nem? Az, hogy a 18 éves is még nem volt tapasztalata... Jaj, hát neki még annyi, hogy szárazon, bebassza, az kibassza. Ó, persze. Nő még annyi. Máté, egyet kérdezek, mitől sikeresebb Tóta, mint Petya? Vagy mit akár ki? Most gyűbök én a képbe, az első meg az utolsó beszólásom lesz, remélem. Hitler mitől sikeresebb? A vállalkozó a gyerek azért sikeres, mert Pentium 2-es számítógéppel vállalkozó, 600 ezeret keres. Ja. És Opel Astrával jár, érted? De a régivel. Ja. 600 ezeres fizetés mellett. Én meg vendégmunkás vagyok Németországban. Ja igen, az abban ne is menjünk bele, igen, azt láttam, meg hallottam, meg olvastam. Láttad a bérpapírovat? Igen, láttam. Vendégmunkás, ilyen egy vendégmunkás bérpapírja, igaz? Tudod, ezek idióták, tehát erre csak ezt tudom mondani, hogy meg ilyet mondani, hogy vendégmunkás. Hát most figyelj ide. Az voltam, még magyar vállalkozónak dolgoztam. Igen, az voltam is. Ja, figyeljetek, a mostani live-jába említette azt is. Hát ez hülye, lefényképez, hogy mennyit keres. Hát ez nem normális ez az ember. De és mi van? Másik. Most figyelj ide, halász Máté. Egy csak egyszer mondom el, utoljára nem fogom elmondani. Mivel az ez meg kicsit ciki, hogyha én ilyet mondok, vagy akárki. De benzekat most, ha oda menne, látna egy jó, eredményes világot, hogy takony folyik kifelé, és azt mondja nekem, hogy gyere nyolják ki, szerintem a csaj létolná a bugyját, és csurogna kifelé belül az összes gané, amit 25 év alatt összegyűjtött magának, szerintem visszaszaladna haza Tóth Szent Györgyel, Tóth Albertbenc, és mondaná az anyjának, hogy anyu, itt a pont szület, vissza akarok bújni, újra akarok születni! Gyenge, az a baj, olyan beszólások... Bocs, ne arra, csak tudom, hogy csak válaszolok Máténak, mert válaszolt nekem, hogy mitől sikeresen. Azt írta, hogy mondjuk attól, hogy több ember ismeri és jobb véleményeket hallok róla, mint Petyáról, nem mellesleg milliómos lett a munká, közmunkából. Na figyelj, de Máté, egy dolgot ebből látszik, hogy gyerek vagy. Egy dolgot jegyezzél meg, egy ember nem attól lesz ember, mert többen ismerik és jobb véleménnyel vannak, vagy éppen milliómos lett. Mert ha Mészáros Lőncz például milliárdos, de attól még egy faszopó. Tehát érted, amit akarok mondani? Egy ember nem attól lesz ember, mert mennyi pénze van, vagy éppen ki ismeri. De majd rájössz rá majd, amikor egy kicsit idősebb leszel, hogy egy embert nem ez határoz meg. Az embert a viselkedése, a beszédje, a mondatai, az határozzák meg, tudod barátom? Az, hogy ez hogy viselkedik, hogy megy a másik felé, hogy nyilvánul meg. Ez határozza meg. Krisztián, olvasd el jobban, hogy miből lett milliárdos. Közmunkából lett milliárdos. Ivantán ráütek a rendőrök a picsájára neki, aztán nem ment be azt a közmunkára. Lett milliárdos, hát éhet, kolbász a gyerek. Figyelj, de na most az, hogy látod, és akkor le is írja az idióta, hogy közmunkás. Ezzel sincs baj, mert lehet egy
egyetemi tanár is közmunkás, meg lehet egy 8 általánost végzett ember is közmunkás, meg lehet egy, úgy mondom, egy 5 diplomás ember is böszme, meg lehet egy 8 általánost végzett ember is nagyon okos, mert a lexikális tudás a soha nem az iskolán múlik. Így van. Igen. Most erre tudom nektek példának mondani mamámat. Nincs neki középiskolán, 8 általános végzette. De komolyan mondom, néha okosabb, mint mi. Persze, és most nézd meg Mátét, nézd meg Mátét, mit írt. Na jó, vele embereké lépek. Persze, hogy lép, mert erre nem tud mit mondani. Visszatérve az iskolára, meg a német vendégmunkásra. Egy hülye embert mindig azzal tudsz megfogni, hogy mondasz neki olyan érveket, amire nem tud válaszolni. Látod, mit írt? Na jó, van emberek, én lépek. De várjál, visszatérve, bocsánat, hogy szabadba várok itt. Nem, nyugodtan mondja csak. A dolgok, tehát, hogy én világ előtt, meg emberek előtt, meg bárki előtt oda merek állni, 10 osztályom van. 10 darab osztályom van. Azért, mert így hozta az élet. Meghalt apám, otthon maradtam, blablabla, stb. De! 10 osztályjal eljutottam Németországba, 10 osztályjal itt a családom velem, van 2 házam Magyarországon, van egy albérletem Németországba, és mellette keresek 3000 eurót, napi szinten luxusautók dolgaival foglalkozom, sőt, beleülök, 10 osztályjal. És nem azért, hogy én marasztaljam magam, vagy hogy bármi, csak higgyétek el, hogy nem az iskola, nem ez, nem az. Itt az ember kényszer, a megélhetésre való ösztöneid, ezek határozzák meg az életeteket, nem az iskola. Az iskola segít, mert segít, de nem minden esetben. Így van. Mert ugye sok embert, ha megnézitek, hiába van szakmája, mert például nekem kollégám egyetemet végzett, jogász, ott dolgozik mellettem, és azt mondta, hogy ennyi pénzt kapnák otthon is, mint jogászként dolgoznék, de lehet, hogy nem minden este feküdnék le nyugodtan. És igaza van. És jogász a gyerek. Egyetemet ott volt, emlékszel rá, papi, most nem jut eszembe, Magyarországon egy olyan 15-20 éve volt az a srác, aki az OTP-t lehúzkodta meg a tököm tudja, 8 általánosa volt, igen, a gyerek. Igen. Olyan pénzeket keresett, mert volt hozzá érzéke és agya. Nem igen. Ezen múlik. Járhatsz te egyetemre, ha olyan hülye vagy az élethez, mint a fasz. Tehát itt az élethez kell érteni. Nem az, nem az izéhez kell érteni, az iskolapadhoz, az élethez. Igen. Hát amikor a kislányod oda visz neked egy követ, és te abból a kőből 5-öt csinálsz. Érted, amit akarok mondani? Ehhez kell érteni. Amikor 1000 forintból 5000-et csinálsz. Ehhez kell érteni. Azt írja, hogy ilyen alatt itt kezdődik a baj, nem a tiétek a luxus autók. Ó, nem a miért. Hát az mi a baj vele? Idióta, érted? Nem is érti, hogy mit mondunk. Hát neked sincs luxusautót, csak kabuképeket tudsz feltölteni, meg kabu artelonokat tudsz küldeni. Mikor megmondtuk, hogy megy már ki, nyis ki az autót, nem, rögtön vissza sem jött egy Discordra, meg ilyen dolgok. Tehát, hogy Máté, de hazudozásból állsz, akkor most mit írsz ilyen fasságokat? Nekem nem kell luxusautó. Ő nem fogja semmire vinni, papi. Látszik az irogatásaiból, hogy... Nekem nem kell. Nekem tudod mi? Én mondtam. Nekem tudod mi kell? Mire 18 éves lesz a fiam, össze tudjak rakni egy 60-80 ezer eurót. Neki legyen luxus autója. De nekem, neki. Nekem jó egy lerugott 4-es Golf. Leszarom. De megtehetném. Mert tudod, hogy működik itt Németországban? Itt vagyok kint 6 éve. Bemegyek a bankba, odaadom a papírjaimat, és azt mondom, hogy nekem kell 40 ezer euró. Másnap visszamegyek, és a 40 ezer euró kártyámon van, tudod? És lehetne luxus autó. Azt mondja a lágyjába, én akármikor kimerek lenni, nem fogjuk tudni, hogy megnyitott még. Ki? Persze. Küldjétek ki, élőben menjen ki, mutassa meg. Mert hogy akkor az vagy valakié, de hogy nem az övé. Ez biztos, ez kamu. Hát mikor mi mondtuk neki, hogy menjen, mutassa meg. Eltűnt a gyerek, 2 napig nem láttuk. Persze, ez egy kamu. Azt mondja, nézzük a live-ot, hát nézzük is, tehát nem is csak én. Megy mindenre a válasz. Ajjaj. Nehogy átmenj a szomszéd telepre, bazdmeg, mert nehogy a kutya megharapjon. Bár már annyi bejárásod van oda, a képek véget, hogy... Életre képtelen emberek ezek.
Nem is értem, nem is kell velük foglalkozni, tehát nulla. Tehát ők azért csinálják ezt, mert érzik magukon, hogy én egy nulla vagyok, bazd meg a másik, meg valamit letett az asztalra. Azt mondja Tóth Ebert Bence, és meg akarja, hogy mutasd meg, azt mondja, hogy az ilyeneket lőném fejbe. Persze, hogy akarom, hát ő milliárdos, meg van 800 tehanügy, meg ugye kell Risto szeptézével meg sodorni, ami már szét van hullva, akkor ha van, akkor miért kell szégyenlősködni? Hány éves az a halász, Máté? 18 lett most valahoz. Na, most figyelj, de lehet, hogy tudsz mutatni, én elhiszem. Elhiszem, hogy tudsz mutatni, barátom. De az, ha valaki meg is kereste, vagy csinálta, az apád. Az biztos, hogy nem ő. Persze. Az apád volt, nem te. Tehát ne azzal ékeskedje, amit apád, amiért megdolgozott, hanem majd, amiért te megdolgozol, majd amikor lesz egy családod, vagy kettő, vagy három, és ő nekik, amit elő tudsz teremteni, barátom, azzal lehet arcoskodni, de ne azzal, amit apád. Majd amikor nulláról kéne elindulni, nem tudom meg mit csinálni. Majd az ilyen embereknek, mint te, tudod, én is ismerek ilyen milliómos fattyakat, tudod, és amikor majd elmennek a szülők, és nem tudja becsülni, nem tud megbecsülni semmit, mert minden a seggi alá lettéve, azok tudod, hol fogják végezni? Ahol régen is, az aluljáróban, mert hajléktalan leszel, mert nem fogod tudni magadnak megkeresni a betenni valót, mert nem tudod, hogy mi az, hogy dolgozni és pénzt keresni. Jó, de én mindegy. Nem mondom, mert dolgozik a gyerek, mert ő is ül gépre, meg traktorozik, hát, jó, igen. Jó, oké, üljön, dolgozzon, ennyi. Azt nem mondhatjuk, hogy nem dolgozik, meg nem is mondom, mert biztos, hogy csinálja, de a sok dolog mögött akkora kamu van, hogy nagyon nagy. Igen, nagyon-nagyon sok. Az MTZ-re rátérve ugye, hogy legalább az enyémből nem folyik az olaj, nem iszi az olajat, hanem amikor beleülök, csak ráizzítok, indítok, azt mondom, én is. Nekem nem én abból gondolom, hogy kamu az egész, mert hogyha nem volna kamu, akkor mondjuk ül mondjuk abban a felsorolt gépekben, ami állítólagosan nekik van, akkor biztos, hogy nem egy lerugott MTZ-be, amiben nincs még klímaser, biztos, hogy nem abban jelentkezne be élőbe. Én erre csak ezt tudom mondani. Tehát, hogyha ha valakinek van, és bizonyítani akar a többieknek, hogy hát nekem van, akkor azzal mutogatja magát. Tehát én nincs ezzel semmi gond, csak én nekem ez az összkép nem áll össze. Tehát, hogy most eljátszom, hogy csóró vagyok, az közben mégis azt mondom, hogy gazdag vagyok, szóval, hogy ez olyan kicsit fura nekem ez az összkép. Na mindegy, hát ki. Beleteket, azt mondja, akkor gyertek le személyesen, azt mondja, meglátjátok. Mit akarsz személyesen? Hát tiek, mit szeretnél? Az enyém, azt mondja. A tiéd, hát, jó van. Lehet a tiéd a fél falu barátod. Na előtte meg leégett a tehenészetetek, azt oda lett minden. Te saját magad mondtad meg, még az újságcikket is mutattad. Akkor most meg már azóta meg a fél falu a tiétek lett, de ott az udvaron, ahogy járkáltál a saját udvarot, akkor én ott kettő darab traktort láttam, meg a gazpészekben egy-két dolgot. Most én ezt is megértem, én mindent megértek. Csak ha van, akkor mi a szart mutatod, de közben meg azt mondod, hogy ez van, az van. Tehát nekem ez furcsa, mert átlagosan az emberek ilyenkor ösztönösen azt mutatják, ami a fényűzés, mint ahogy az autóval csináltad, hogy ha ilyen autóm van, most majd fizethetem anyáméknak vissza. De akkor a többi dolog, tehát nekem ez a fura, nekem semmi más. Csak én ugye az emberek viselkedéséből adódóan gondolok arra, hogy ebbe kicsit több a kávéba a tej, mint a kávé, meg mint a víz, de kinek, hogy meg mintát. Jó, bocsi srácok, örültem, megyek már a pici lányomnak, jó ész, puszik el. Jó, van. Akkor ha most már akkor vagy, akkor látom, hogy mikor vagytok fel, majd még beszélünk szerintem holnap is, jó? Jó, van, de meg most úgy is vagyunk. Oké, köszi papi, még egyszer, hogy ide befogadtatok, na jók legyetek, sziasztok, csácsos. Jó, jó, Hello. Nem tudom, miért vagytok nálam, Petyáról, mi bajotok van vele, én nem tudom, nem szól hozzátok. Miért kell mindig? Az még hagyja, hogy Petya, de belevontok minket is mindig. Nem értem, hogy minek. Most ez jó, hogy itt oltogatjuk egymást, meg ilyenek, nem minek? Meg ledisznózod, azt te sem vagy külön. Nem értem. Azt mondja, Szilveszterk az apja rán kért, hogy mi történt vele, mit csinált magából, hogy ennyire szép lett. Ezt akkor is letagadtuk, hogy összezabáltad az öreganyád gyógyszereit, meg mindent ugye apáddal. Mert apád kérdezte, hogy mi történt veled, meg hogy bezártad magad, akkor is kijelentünk melletted, azért, hogy ne tapossák ki a belőt. De igazából ez az erővel leírhattuk volna. Leírtam neki másnap, hogy mi történt úgy, hogy... Valaki van szemszállító? Sajtok itt a szeron? Én.
Tibiban, nem tudom. Író nem bírtotta magát. Úgyhogy nem kell itt izélni. Nem kell engedni, nem kell itt egymás piszkálni. Nem értem meg, hogy miért nem fértek el. Ott hagyálsz és üljön meg a picsáján ott, ahol van. Addig még nem kerül nagyobb bajba. Nem csak ő fog bajba kerülni, bajba kerül az apja is. Minden nekem, tehát, hogy addig szórakoztok, addig hergelitek a népet, hogy előbb-utóbb ebből tényleg probléma lesz. És nem hiszitek el. Hallod, megvan az új nevünk. Nem Mr. Papi Gaming, hanem Vénfasz BT. Az. 33 évesen az vagyok, de én felhúzlak a faszomra egy hónapig, fűrsz testvérem. Én az vagyok. Az vagyok. De látod, legalább a vénfasznak van csaja, a vénfasznak van élete, neked meg semmi nincs. Ne foglalkozz vele. Hívja, hogy akarsz meg, ahogy jól esik. Nem magadat, nem engem járhatsz le, hanem saját magadat. Mert akik engem néznek, meg akik ide járnak hozzánk, meg akiknek módokat adunk, azok tisztelnek minket, mi is tiszteljük őket, akinek tudunk segítünk, a többit meg. Hát, hívhatsz, aminek akarsz. Igen, nem érdekel. Ezzel nem csinálsz, nem érsz el semmit, magadat minősíted. Mint ahogy minden sok mással. Fix problem. Azt még azt mondjuk, hogy ilyet velük mondták, de saját lágyjavon, hogy ezért ilyet, hogy ennyire izé? Vagy kösz, hogy elfelejtél egy másodpercet, amit mond. Ilyenek vagyunk. Öreg vagyok, mégis. Mégis mindenütt. Ami kell, megvan, meg mégis szeretnek minket, meg mégis most is 26-an, látod, itt vannak, néznek. Titeket meg néznek 5-6-an, az több, vagy 1000 fölött van a feliratkozótok, meg 300, meg mit tudom én. Kettő néző nézi, vagyok a másodikat. Azért mondom, tehát, hogy látod, a vénfasz legalább erre képe. Na, meg nőt tudott magának szerezni, meg van családja, meg van mindene, még neked semmit nincs, csak a szád. Na, látod. Ebben már büszke vagyok. Én faszlétemre együtt elértem, látod? Jó, ott a hívsz. Azt mondja, mondasz, hogy Stransky Miklós, Transformers, vagy visszakérdez, hogy mi van? Jó, ott a... Becézgethetsz is. Bármit csinálhatsz. Nem érdekel amúgy. Saját magadat minősíted. Csináljad. Már leminősítetted azzal, hogy itt könyörögtél voltam. Én meg is mutattam a nézőknek, vissza is tudják nézni. Még hétfőn is így sírt a szád, hogy jössz vissza játszani hozzánk, meg így úgy, amúgy. Megvan, hogy hogy szíttad, Totályékat, mindegyiket, az Zolikát is ugyanúgy szíttad. Minden itt van, a Benikét is, mindent te mondtál el Benikéről is, mindent. Tehát az a helyzet, hogy tulajdonképpen egy tiszta olyan vagy, az meg, mint egy, tudom, mint a bumeráng. Eldobnak és visszarepülsz, de abba a körbe, amiben elhaladsz, ott mindenhol mindent elmondasz, mindig azt szídod, akihez végül visszatérsz, és utána ezt csinálod folyamatosan. És utána majd, mikor ott megunják a hülyeségedet, megint például neked is, vagy akármelyik őtöknek. Mi csinál? Jön ide, azt így sír. Jönne vissza, lehet-e így, lehet-e úgy. Na most, milyen emberre van? Nem is emberre van ez a viselkedés, nem is tudom, hogy mire van. Hát, hogy... Ezeken kéne egy kicsit elgondolkozni, kicsit, hogyha már 18 éves vagy te is most már, hogy egy kicsit úgy gondolkozz el, hogy milyen ember vagy, meg hogy ezzel mit fogsz elérni az életbe. Azt, hogy amit mondtál itt nekünk, hogy te nagyon megbántad, hogy annak idején, hogy rányomták a pecsétet, hogy módtól vagy, meg stb. Itt mondtad, hogy te megbántad, meg te megváltoztál. És látod? Ahhoz képest, hogy megváltoztál, ugyanazt csinálod újra. Tehát, hogy igazából tulajdonképpen ez ilyen múló állapot nálad. Ez ilyen, nem is tudom, ez egyrészt jelentelen ember vagy, ezek szerint. Megrögzött hazudozó, jelentelen ember, kövér vagy velem együtt. Tehát ezáltal, mivel kövér vagy és te nem is tudsz érvényesülni az életben, így érzed azt, hogy el vagy nyomva, és így próbálsz valahogy érvényesülni. Hát én felállítom neked itt a diagnosztikát, hogy mi a probléma veled. Tehát, hogy ezt nagyon könnyen tudod orvosolni. Megpróbálsz embermódjára viselkedni, mint egy 18 éves ember úgy beletekinteni a világba. Megpróbálsz az emberek között különbséget tenni. Valakit így kezelsz, valakit úgy kezelsz, de sosem szídod a másikat, sosem szúrod hátba, és sosem árulod el. Ez egy nagyon-nagyon pozitív, és ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog lesz az életedben, hidd el nekem. Még most tanulod meg, még fiatal vagy. Ne hipiskedjél, mert rosszabb lesz. Ezt ha megtanulod, és
megfogadod a szavaimat, akkor már van egy kis lehetőség rá az életben, hogy lesznek barátaid. Lesznek olyan emberek, akikre számíthatsz. Nem csak akkor számíthatsz emberekre, ha adsz valamit, hanem akkor is, amikor neked kell valami. Tehát, hogy ilyeneket majd így elmagyarázgatok neked. Gondolod még privátba is. Azt mondja, hogy szeretnétek ezt átélni. Mit szeretnék átélni? Hát, amit ő elért. Ó, hát nagy sok mindent elértél szerintem az életben. Semmit, mert az iskolából lógsz, itt áll, öreganyád gyógyszereit eszegeted, hát ezt az életmódot én nem kérem. Tehát, hogy ez számomra nem egy életcél, meg nem egy életszínvonal, hogy ezt a szintet már 18 évesen űzöd. Tehát akkor mi lesz ez majd 26 évesen? Ha már most egy kis technikai dolog adódik az életben, valami nem úgy sikerül, el vagy a barátnőd, hogy valami, az mi az első? Hulla részekre iszod magad, összevered a saját fürdőszobádba magadat, órát szádon folyik a vér, bezárkódsz apád elől, meg föleszed öreg anyád összes gyógyszerét. Na most akkor erre legyek, ezt utánozzam utána, vagy utánozzuk? Vagy hogy azért, mert volt egy kis stressz az életedben, mert az állítólagos barátnőd ott hagyott, aki soha nem láttunk, de ott hagyott, meg egy közös képed nem volt vele, de ott hagyott, mert ugye arra sem voltál ezek szerint büszke, gondolom én. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ne te akard nekem megmondani, hogy én érjem el azt, amit te. Amikor mi hónapokon keresztül tulajdonképpen az életed részei voltunk. Nem csak mi, hanem akik most veled ott vannak. Mint az olajos is, mikor bejött ide, aztán apád neki is írkált. Szerintem, mint egy normális ember, most mit mondjam? Ezekre, hogy erre vagy büszke? Nem, értem, biztos tettél jó dolgokat az asztalra le, de van egy ilyen oldalad is, tesó. Mi ezt ismerjük. Mm-hmm. Na, most akkor erre nem fogsz tudni mit válaszolni, meg ezen az a baj, hogy nem arcoskodni kell a barátok előtt, hanem amiket mondok neked, mint idősebb ember, mint egy öreg, vedd úgy. Ezen kéne elgondolkozni, de én úgy gondolom, hogy neked apád elmesélte, anyád elmesélte, mamád elmesélte, mindenki elmondta már. Csak gondolkozz emberi módjára. Érted? Hát, itt de jó lesz az. Jó lesz az csak. Csak tanuld meg, hogy becsüld az embereket, akikkel vagy. És hogyha máshoz mész, akkor ne szídd azt az embert, akiré voltál, mert ettől undorítóbb dolog nincs a földön. És az a baj, hogy ez tüske marad mindenkiben. Tüske marad olajosba, mindenkiben, mert olajos is a barátod volt. Most lehet, hogy azt mondja, hogy újra úristen barátok vagyunk, de sose nem felejti el, hogy miket mondtál róla, meg hogy viselkedtél róla. Vagy vele, ezeket nem fogják elfelejteni az emberek attól, hogy pillanatilag újra barátok vagytok. Ezt tanuld meg. Igen, ez mindig bennem el. Ez egy tüske marad mindenkiben. Az ember egyszer lenyomja valahova a pecsétjét, az a pecsét örök marad. Az örökre úgy marad. A Frankit is piszkolják az MTZ pak miatt. Előtte meg azt mondja, valójos legalább tud módolni, nem úgy, mint ő. Sárga. Jó, Bozsika? Igen, tud módolni, azért nem láttunk még olyan Zolikával megjelent módot se. Meg azért viszik a mi mapjainkat, meg azért imádják a mi MTZ-inket, mert nem tudnak a fiúk módolni, persze, jó van, oké, ezt is letárgyaltuk. Igen, tovább. Hát akkor módoljatok már egy mapot, adjatok már a nézőknek, akik itt vannak, vagy csak a farmi közösségnek, adjál már valamit. Na, annyira... Annyira felvisztek itt embereket. Én értem, hogy tud. Persze tud, hát most ügyes. Nem mondta senki, hogy nem tud. De az a baj, hogy ez megint csak Menda mondta. Mert lehet, hogy te láttál tőle valamit, meg mit tudom én, láttál 5 módot a 2022-es farming óta, de azóta a fiúk megcsináltak 200-at. Meg azóta 8 térképet áthoztak, meg azóta 8 térkép üzembe lett helyezve, meg azóta a mezőfalvát letöltötték meg 8000-en, meg ilyen dolgok. Na, hát meg kell mutatni. Hát itt megint csak a szájkarate. Na. Hát... Ereket, ennyi. Én nem mondom, hogy nem tud módolni. Én tökre örülök neki. Hála Jóistenek, bárcsak volna még egy jó pár ember. Mindajt ott, ha is csinálja. Igaz, ráírta a nevüket a szutykos vágóasztalra. No problem. De legalább csinált valamit. Meg legalább magyar. Meg legalább a Bóthábra. A Jóisten áldja meg ezzel a kezét. Én nem mondom, mert jó, szarul esett, hogy ráírta a nevüket, nem tudom, hogy mitől jött ez neki, mikor akkor kurvára nem is szóltam, mert nem is érdekelt a gyerek.
Meg még én is még szívesen megmutattam a vállalasztalát. Mindazok után, hogy akkor már tudtam, hogy rajta van a nevünk, de már úgy voltam vele, hogy rohadjon meg, majd másnap kiverem a balhét, mert már egyszer megírtam neki, hogy persze, megmutatom, meg még segítek robozni is. Csak azért, hogy na. Mert csak magyar, csak megérdemli. Tehát ennyire, én látod, embertársamat nézem valamiben. Ahhoz képest, hogy akkor nekem már küldték a Discordról, hogy rajta van a nevünk a Discordjáról. Mert már küldték a képeket, mert meg már Petya is megkapta addigra. De mégis megmutattam. Még jó szeműen. Érted? Ahhoz képest, hogy mindenféle rohadéknak, meg ugyanúgy piszkált, meg mondta magáét rólunk, akkor is megmutattam. Mert embertársamnak tekintem. Mert magyar gyerek, mert Mótorra dolgozik. Érted? Ez a probléma. Ez veletek a probléma. Hogy arc, csúnya viselkedés, tisztózott ugyanaz embereket. Te magad vagy. Nem kell. Tükör, gondolkodás, és más életet élsz. Meg tiszteld azokat, akik tiszteltek, vagy akik éppen valamilyen szinten a mai napig is tisztelnek. Azt mondja az orvos asztalra, Bence azt mondja, megtervezett balhé volt az egész, amit csináltunk. Azt mondja, milyen balhé volt, milyen. Tudtuk, hogy rajta van. Én tudtam, mert én amikor írtam neki, én már szánalomból írtam, hogy bemutassam az asztalt. Mert de én akkor már megkaptam a képet a Discord szervereiről. Nekem már elküldték. És már szánalomból is odaírtam neki. Megmutassam, de még aznap, pont azt hiszem még live előtt küldted el, Peti. Hogy ott vannak rajta a nevek. Azt hiszem live előtt. Na, már én már csak azért is tudod, hogy jó, mégis van benne mennyi. Persze. Írtam a Mode Hub-nak is, hát elnézést kértek, mert rengeteg a mód, meg nem tudják ennyire tüzedesen átolvasni. De ezt is csak azért írtam, hogy legközelebb a küld módot, és ott a neve, mert utána írtam nekik még egy e-mailt, felhívtam rá a figyelmét, hogy szeret ilyenekkel szórakozni a magyar community-be, stb. Felhívtam rájuk a figyelmet, visszaírtak, mondták, hogy természetesen a legközelebbi módjánál, amit feltölt, tüzedekben át fogják vizsgálni. Elnézést kértek még egyszer, majd megkeresem az e-mailt, aztán meg is van, meg tudom mutatni, és ennyi volt. Ezért kifelejtetted írni, hogy azt is ellenőrizzék, hát hogy saját maga csinálta a modellt, úgy mint egyes cuccainál. Most, hogy ki csinálta, ki se, nem érdekel. Csőrsz Domi, de hát kötös kocsi, finom. Csak úgy imotattunk neki meg ingényi, Jami. Nem érdekel. Csak megvártam azt is, hogy na, mondom, hát ha kirevetik magukat, mondom, legyen meg az örömük, az jó van. De nem baj. Nem baj. Mondom, én soha nem felejtek. Nem is fogok felejteni. Mi attól szépen elmódolgatunk. Adunk az embereknek módokat. Mi megcsináltak, amit akartak. Lehettek jobbak. Ha jobbak vagytok, javítsátok ki, amit mi elbasztunk. A jóisten áldja meg a kezeteket, azt hello, szia. Nincs ebben semmi probléma. Mi is azt csináljuk, más szarját javítgatjuk. Megpróbálunk belevinni egy kis játékot, egy kis életet, vagy egy kis valóságot, amennyire lehet, meg amennyire tudjuk. Nincs ezzel semmi probléma. Mi erre van, ennyire vagyunk képesek, valakinek ez tetszik, valakinek nem. Plusz passz. Most ti vagytok az a nyolc ember, akinek nem, a másik több száz ember meg idejön, letölt, meg játszik a módjainkkal. Most erre mit mondja? 8 vs több száz ember. Hát csak a több száz ember felé dől. Mert eleinte úgy voltunk vele, hogy nem osztunk meg semmit, meg hogy megy a pofázásról, minek osszunk meg ezért? De utána úgy sokan bejöttek és felnőttek is, vészarok, mint én is, ilyen 30 éves körüli emberek, rám írtak, hogy de papi, miért minket bántasz azért, vagy miért minket szivattok azért, mert már pofáznak nektek? És úgy elgondolkoztam, hogy hát azért mondom, tényleg igazad van. 6-7 ember csinálja mindig a feszkót. Hát mondom, most az a 6 ember hadd mondja. Legalább a többi száznak, vagy 50-nek, vagy 10-nek, vagy 20-nak jó kedvet okozunk. Ez fejlő. Akkor se 8 ember. Ó, csinos. Nincs probléma. Plusz aztán valaki másokat kinézni. Ne is állították a live-ot egyébként. Eddig tartott a halász live.
Szia, jó hét, szia! Értjük valószínűleg, de látod, mégis vannak emberek, akiknek... Ezt a módot Shift-Alt-S-vel tudod. Így megnyomod a Shift-et, Alt-ot, akkor így laksz egy ilyet, látsz egy ilyen sárga pöttyöt, Imre, és akkor itt nyomsz egy S betűt, és ott lesz a bolt. Jaj. Na. Még beleálljunk ebbe, beleborozduljunk ebbe a napraforgó földbe. Még egy kanyarítás legyomunk benne. Napraforgó dúcsa. Uha. Ezzel nem is kell. Ja, hogy marad benne, tudod, X-el. Á, már itt van. Itt van Tibi. Így van, emberek vagyunk, mindannyian emberek vagyunk. Várjál Tibi, most jó lesz. Arassak én, papi. Aradhatsz? Kerülök egyet, elviszem azt. Kukoricát. Ennyi volt benne? Ennyi. Ennyi. Annyit a nálam? Oké. Én csak nem problémázunk miért. De nem, én egyet nem tudok megérteni, mert nem is volt soha. Még kell 18 éves embernek ilyen szintre lealacsonyodni, ennyire lealacsonyodni. Ezt az egyet nem fogom megérteni. Mondom, majd az asztalra kapírni, amiről leszünk. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire jó lesz ez az életben is, ha ezt így folytatja egy közel felnőtt ember. Nem tudom, hogy mit fog ezzel az életben elérni, de sok minden biztos. Én ezt tudom csak mondani. Én is voltam fiatal, de egyet megtanultam az életbe, tisztelni mindig kell a másikat, mert soha nem tudhatod, hogy mikor kerülsz bajba, és soha nem tudhatod azt, hogy ki segít. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindig jobb barátot, meg ismerős tartani, mint haragos. Egy ellenséget. Mert az sose jön. Én megtanultam fiatalon, nem kell az ellenség, jó, inkább mindenkivel vagy beszélő viszonyban lenni, vagy haverságban, mert én is izéltem meg. Volt, keménynek hittem magam, kaptam én is az élettel eleget, mástól is, aztán rájöttem, hogy jó ez, adok-kapok dolog, de jobb inkább a békesség, meg az adni, mint hogy kapni. De majd eljön az az idő, amikor rájönnek, hogy megtanulják az ember a hasznát. Na, jó lesz ez. Tehát, hogy most én például visszatérve az egész dologra, én Máté szemszögében nem állnak bele olyan emberekbe, akiknek hónapokon keresztül a hülyeséget mondtam, akikkel hónapokon keresztül együtt voltam, és ahhoz a megyek vissza, akiket rommászíttam, meg akik engem utáltak, meg kiközösítettek, majd visszamegyek, és ott támadom azokat az embereket, akikkel jóban voltam. Tehát, hogy ezt a szemszögöt, ezt akármilyen szinten, akárhogyan is nézem, nem értem. És nincs is el magyarázat, hogy ez ilyenkor mi játszódhat le valakinek a fejében, amikor ő saját maga írta le a dolgokat, ő saját maga mondott el mindegyikről minden, ő saját maga ment kémkedni, meg hozta az információkat, emlékszel rá, Petya, te tudod nagyon jól. Persze. Meg be volt rúgva részeken, elmesélte az életét, elmesélt mindent. Soha nem is említettem ezt meg soha nem is érdekel. Csak ilyenkor, mikor így egy ilyen ember jön velem szembe, aki tulajdonképpen tényleg szembe is köp, meg minden, ilyenkor úgy elgondolkozok rajta, hogy Úristen, milyen ember akkor ő?
Milyen ember? Mert... ez nem normális, ez tudom. Itt valami nagyon nagy problémák vannak. Vagy a fiatalság, a mostanival, és már én vagyok tényleg, én is régi módi vagyok, tényleg őskövüle. A mostani fiatalság ilyen. Nem lehet de... neki mondani semmit, ne, ha hiába azt mondod neki, hogy tanuljon, vagy valamit. Hát az ő dolga. Mit érdekel engem eltől? Leszalom, hogy te mit mondasz. Hát az ő dolga. Beléd áll, mert fiatal, mert én merő vagyok, én bátor vagyok, én erős vagyok. Azt amikor tényleg, ahogy mondod te is, papesz, hogy egy pofot kap, akkor úgy beizél azt, akkor visszaszalad az anyja szoknyája alá, mert be van tőle szavarva. Jó, hát ezek mind az ilyen az elnyomott. Az ilyen az elnyomott, az azért csinálja ezt, ezt tudom. Most ezzel nincs semmi baj, csak... De még mindig nem azt az egyet nem értem, hogy miért szarok arra az asztalra, amiről eszem. Ez egy tiszteletlen dolog amúgy. Most értitek, srácok, itt a csapatból, Antika meg én vagyok tulajdonképp, akik olyanok, hogy nem tettünk bele pont ebbe a dologba. Nagyon máskül nem is nagyon lehet mondani. Ugye, tehát máskül, mint tehát így is felnőttetek, hogy már mindenki. Antika a legfiatalabb, én vagyok meg utána a úgymond idősebb, de hozzátok is, hogy fiatal vagyok bőven. De most figyelj ide, Peti, lehetsz te fiatal, de van olyan fiatal, mert nekem is van olyan ismerősöm, aki fiatal, és ráadásul lány, és 19 évet, és gyakorlatilag felnőtt módon gondolkodik. Felnőtt módon gondolkodik. Nyom bele majd Tibi, mert ez a kocsival nem lehet, elfelejtettem, hogy ezt tölti bele. Ez most... akár kívül lehet fiatal, hogyha ő életen tud gondolkodni, meg tényleg azon ja, van, hogy várja. Jó legyen neki. De bele lehet tölteni, más frontot tovább, teli van a izé. Ne, nincs meg. Érzük csak meg azt, hogy bele tölti. Ah, ja, ötökköm, én nem foglalkozok ezekkel más. Engem adjanak már minket békén, ezt foglalkozzanak a saját dolgokkal. Kicsit nem javultam oda. Most meg akarja, nem mutatja ki a helyzet. Nekem sem. Jó, tehát majd most. Hát ha most igen, kimutatja. Na, most jön. Meg is állt. Neked is megállt a töltés? Nekem nem is túl benne sok. Ja? Várjál csak, akkor nekem a másik, az van a kocsiból, nem lehet bele tölteni? Lehet, hogy nem lehet amúgy. Hát az előbb valahogy azt mondtátok, hogy lehet. Már legtöbb úgy van megcsinálva amúgy, hogy nem lehet csak súgarossal. Ja, aha. Mert ugye egy hülyén néz ki, hogyha ezzel a nagy kocsival is beszippantja, és valószínűleg tartom, hogy... Ja, hát igen, csinál. Igen. Na, aha, úgy van megcsinálva, jó? Ja. Tehát úgy kell csinálni, mint hogy én is tartom valóságban MBT-nél, hogy volt az oldalán neked egy kis rakodónyja lesz. A kis leeresztő. Ugyanúgy van az MBT-nél ja, is olyan. Hát ezzel nem lehet, igen, megcsinálva, hogy ne szippan csak ilyenből a kocsiból, csak súberesből, vagy bele kell a bátorban. Béza-biza. Ja, mondjuk egy olyan szélességű portkocsival jössz oda, mekkora a szélesség annak a izének, kis bizbasznak tulajdonképpen, akkor az már jó. Persze, hát a, hát vagy EB, vagy IFA, vagy ilyen sugveresre, amit most használunk. Mm. Mondjuk lehet, hogy egy izére, majd egy MBP-re valamelyikre csinálhatnánk egy oldal sugvert, nem? Azon van, azt mondta értem Tibinek, mert van egy fototextúrás, ezt az a... pont olyan, látszik a fototextúrán, hogy ott van. Lenyugodt Tamásnak a tektúrára. Jönnek egy 9-et, hagyd meg. Gyertek ki, megyünk meg most egy pillanat. Csak kilóptunk itt. Mindjárt oda padlózzuk neki azt, akkor ott vagyunk.
újraindítom a szervert, akkor megjelül a sorompó is. De ha nem, András keresztet rakunk a szerveres változatba. Egyébként nincs baj így a zalatásokkal ilyesmi, tehát nem lagol, nem bugol, lelakadom már össze-vissza mindenhova ilyen módos traktorokat, mondom át, hogyha szalakszik majd, de nincs velük ott. Nektek van SPS lag ilyesmi? Nincs, ugye? Van, néha szokott egy nagyon minimálisat, de úgy viszont annyi, de nagyon ritka. Most amúgy ezzel a frissítéssel nekem javult a farming úgy egy kicsit. Hát itt az FPS-t már 100-ra van lekorlátozva ugye, az FPS-ben, és ezzel lehet, hogy felhívom meg 500-ra. Mennyire az ugye a végkorlát, az kíváncsi, hogy ilyen meg. Jaj, majd tényleg gyorsan megmutatom már, mert azt mondja még itt, de most mit eszembe mutattam. Hát én majd mindjárt srácok megtölt a pótkocsot, hogy kilépek a menübe. Mert azt mondta, hogy nekem nincsen grafika a gépen, nem? Mindjárt megmutatom, hogy milyen beállításokkal játszok, de már csak 2K-ba nyomom, 4K-ba is tudom nyomni, tehát nem volna probléma, csak ez azért van, hogy gördülékenyebben menjen a stream, de váltani fogok Intel Proci-ra, és akkor ugye nem kell még a videókártyát sem használja. Most használom a videókártyát, de nem részt. Szék, itt van, azt is megmutatom. Szép kis 50 FPS, meg sincs húzva a kártya. Tessék. De mindjárt megmutatom a felbontást is, hogy erről is legyen már egy kép, hogy hogyan játszok. Ezt is itten. Nagyon nem tetszett. Egyébként mikor nem streameltem, 4K 60 FPS-re játszottam, hogy a stream fokosra nincs a gépet. Nem azt mondom, hogy nagyon, de fokosra. És nem egy izomgép, csak egy ilyen középkategória. Ha megjött a Ufihoz. Ufi! Mindjárt jól csinálok egy pillanat, mert ezt megoldanom már, hogy nehogy az legyen, hogy izébe játszok itten 720p-be, mert lehet, hogy a stream néha olyan, de ez azért, mert az internet, ez sajnos ilyen, de majd lesz már 1000-es, ha minden igaz. Bekötik a házba. Állítám, tessék, 2000. Tessék, itt van. Tessék. DLS-es be van kapcsolva, de egyébként a kikapcsoló sokkal jobb. Tessék, minden. Az Azio nincs felhúzva, a textúra szűrés, de az is csak azért nincs, mert akkor még csúnyák a textúrák. Minden a maximumon, egy 2K-ba, meg még a stream is. De egyébként, hogyha fogom, és nyomok egy ilyet, akkor még jobb is lesz, mert még több FPS-em lesz. DLS esetnél a játéktár nem túlzottan jelent semmit. Tehát minden maximumon van 2K-ban, de fel tudom rakni az Anzio szűrőt is 16-ra, vagy 16 a maximum, de mondom, azért nem rakom fel, mert akkor már, aminek kicsit csúnyább a textúrája, még rusnyább lesz, mert teljesen megszűri, még jobban kiemeli, nem jó. Csak azért, hogy megnyugodjon a szíved, ilyen felbontásban játszom, én így élvezem magam előtt egy 32 centis monitoron a játékot, illetve egy kisebb monitoron, ami 1080p tud HD minőséget, nézem a streamet, hogy ki mit ír. Na, úgyhogy itt élőben megmutattam, itt ebben nincs csalás, nincs ámítás, és csak azért, hogy a kit szíved megnyugodjon itt legbelül, hogy tud ilyet is ez a gép, tudok így is látszani. Jó? Ezt is már csak a szánalmas megjegyzésekre úgy ráteszem, hogy tudom, ez gyerekes gondolkodás? Nem. Ezt csak bebizonyítom azt, hogy itt van. Létezik, él, mozog, megy. Na. Ez is kipipál. Aztán lehet, hogy nem jó dolgot állítottam be. Hát az mit van, because kibérelve van. Összedívog akkor. Játék. Ó,
Kurva, hogy beletaboltam. Betöltöm a kis mappot, körbejárom. Így, nincs. Na, ez a bankuka. Most csak betöltötte. Töltsd be, amikor lát, felmegy még az emesem is ilyenkor az egegőbe, akkor összeszedi magát a térkép, és utána meg úgy megy ezekkel a beállításokkal, mint a vaj. Csak be kell töltötni. Ennél ennyi a vaj. A DLS az annyiból jó, hogy ott azonnal betölt, de viszont kevesebb az FPS. Így meg több FPS-t hoz ki a játék. Elsimít mindent a DLS, és egyébként az nem jó annél a játék. Mert van, mikor itt belülről a fülke ilyen hülye színeket ad ki, meg ilyeneket csinál. Ez a felső rész, a belsőben vagy több, az ott ilyen villogon mi csinál, nem tudom, olyan fura. 13, Tibi. Jó, egy pillanat beállok mindjárt, csak nyomjam a gázt is, meg még egy kis tempomat folyok itt. De most már lehet, vagy hát akkor például DLSS-sel. Mindjárt a tempóra. Szerintem jó. Most például jó. Most például itt kevesebb. Lehet, hogy ezt igazították a... Lehet, hogy az update-nél egyébként most jó lett a DLSS. Oké, üres. Itt áll meg. Jó. Lehet, hogy csak. Most nem gázítom, akkor most nem vagyok mellette. Haladunk, DLSS. Az Ultra Quality Band Performance szám volt, mint a Super Mintavétel, a felbontás a gépeket nagyobb felbontásra fokozza. Majd a másik egyenes rajra. Kizárólag az Nvidia GPU-ra vonatkozik. Balance. Nézzük a Balance. Nézzük. Azt, hogy tetszik. A Proctor Balance. Nagyon magas. Oké. Okay. Lehet, hogy a DLSS-t kapott egy update-et, mert most viszont azzal jobb volt a játék. De meg azzal volt szabad. Na nézzük. Mindjárt kiderül. Most a vajon vízbe. Különben Tibi, ha benyomod a tempomatot. Tudom. És csak a gázt nyomod, akkor nem kapcsolja ki a tempomatot. Hanem abban a pillanatban, hogy elengeded a gázt visszaáll arra a tempomatra amúgy. Nekem rögtön kikapcsolja. Ha csak a gázt. Érdekes. Aha. Amúgy azt nekem is csinálta egy időben, de most már nem csinálja, sőt, még most már rálépek a gázra, kétszer kell rálépek, hogy kikapcsolja a tempomatot. Nekem úgy van, ha beállítok egy tempomatot bármekkora sebességre, a gázt adok, akkor nem lép ki a tempomatból, hanem begyorsul a traktor, és ahogy elengedem a gázt, mindjárt fékez és visszaáll arra a tempomatra, amit beállítottam. Nekem nem. Nekem is visszaáll, épp azt mondom, de régen meg olyan volt, hogy ha bár izé volt, akkor ne vált vissza, hanem kikapcsolt. Most meg kétszer kell gázt adnom, akkor kapcsolt is. Nem adaptív tempomatja van a... A jobb DLSS-sel. Most jobb DLSS-sel. Így egyből bebassza a vapot. Javítottak szerintem ezzel. Valószínű. Ja igen, egyből 60 FPS-et van. Akkor ezt javították. Na. Akkor ennek a gyereknek még van, akkor ő VIP-tag? Nem, már nem. Ja, már nem. Elvettem. Nem, már vagy két hete elvettem, vagy egy hete elvettem tőle a rangot. Mert itt pakolgattam Discordon, aztán közben küldtek nekem egy-két képet, meg ilyesmi, aztán mondom, majd várok egy kicsit vele. Szerintem nézd meg a... Ja, hogy áll a... Ah, Johnny zik a köllök. Jó, vele. Oh. Mit nézel? Halló, köllök. Vétel. Jelentkezd! 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 Jelentkezd!
Mennyivel vész? A legszívabban, hogy mellettek. 13. Az oda beadta neki a 9-re, a 9-re vizet gondért. Jaj, tesó! Éles, az Nvidia-nak egy ilyen szutilukia. De most nekem jobban fut, idáig nem futott DLSS-sel jól, de most, most meg viszont jobban fut, szerintem ezt javították át. Majd utána olvasom. Tegyél bele egy kevőcsök még, ha van. Odafejed. Kívánok, hogy már megnézem Ultra Performance-en mit csinál. Mert nekem, mikor be volt kapcsolva a DLSS, akkor fölül a fülkébe, vagy belső nézetbe mentem, tudod, ilyen ilyen fehéresen így villogott a belső a traktornak, és most, most meg jó. Sőt, ő maga a játékbe állította, mert nekem nem a DLSS volt, nekem a több mintás elsimítás, de most az akadodik. Ultra performance, na nézzük itt mit csinál. Na most kíváncsi vagyok így a live közben, hogy mit csinál. Ezzel tudod állítani, de egyébként balanszeden szokott jó lenni. Itt valamikor már ezen az ultrán beszakadt, de a GTA-nál például nem. Ott olyan fixen beáll 140 FPS-re, hogy nagyon ritka az, amikor ilyen globális szerver log van, akkor szokott nekem az például logolni. Attól függ, hogy egy játék hogy van optimizálva. Ja. Igen. De most sok mindent veszem észre, hogy... A GTA egy kicsit komolyabb cég, és jobban optimizálta. Igaz, hogy jobb a játék, de jobban optimizálva van. Mert én onnan tudom, mert én ugye, hogy meséltem régen, hogy nekem volt szerverem is, meg minden. És ha nem optimizáltuk rendesen az egész szervert, akkor baszadok az egészet a gecibe. Semmit nem ér. Most az úgy, most furcsa, nem működött ez ilyen jól a DLSS. Szerintem optimizálták egy kicsit a farmot. Minden start, házat, épületet, házat. Autókat, modót épületeket, mindent, ha leoptimizálta olyan, hogy most tanították, hogyha lement 0,0-10-re, akkor jó volt. Mi az 0,10-re? Így jobban álmosódnak. Akkor már elkezdett lagolni a város, meg a minden. Most ti ezt nem veszitek észre a live-ba, ugye nektek 1080p-be megy ki, de nekem sokkal jobban el van mosódva a házakon a régi textúron, ezért nem szoktam ultra használni. De egyébként... Egyébként szerintem jobb lett. Ezt biztos, hogy megcsináltak. F2, 60, 70, ja. Hogy én ezt még nem tudtam hamarabb, csak nem jó pozícióban. Ezt át tudod rakni. Hol? Hol át lehet átnézni? Én is megyek, ha leállítom én is a live-ot, szerintem most ebben a pillanatban. Holnap lesz valami játék, nem? Lesz. Mindjárt jövök. Na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, megint részvettetek egy ilyen kis adok-kapok szólokba. Itt a fiúk beindultak, de nem baj. Úgyhogy... Úgyhogy majd holnapi nap folyamán is lesz egy live délután, szerintem Mezőfalva nézőizni fogunk, szóval lehet jönni, aki szeretne. Persze, aki nem ideillő, azt tiltani fogjuk. A modpakot ugye meg lesz osztva, úgyis Balázs posztol a szervert, úgyhogy őtől, vagyis hát majd itt a Discord szerveren meg fogjátok találni, úgyhogy akinek van kedve, az jöjjön nyugodtan, olyan 5 óra környékén fog kezdődni a live, mert ugye én is én előttös, persze korábban kell, nem szóval természetesen hamarabb is fogunk végezni, hamarabb is fekszek én is, és már itt van 4:11. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velünk, remélem tetszik a kárászmap, hát még van rajta mit csinálni, mint ahogy láthattátok.
sok minden van most így az aratást, ezt a vagonozást, ilyesmit kipróbálgattunk, megnéztük, ezek működnek, ugye még a szállító beüzemelése van hátra, hogy az is működjön tökéletesen, a fóliasátrak vannak hátra, akkor egy tehéntelepen dolgozunk, hogy legyen egy kicsit egyedi tehéntelep, és tulajdonképpen utána dedikált szervertesztek lesznek a mappon, akkor utána osztva lesz a map, hozzá a Vivis MTZ, a másik MTZ, illetve az Unipar vagy Unirak, vagy nem tudom, mindig elfelejtem, összekeverem ezt a Unipar, Unirak dolgokat, de Unipar, és osztva lesz veletek, úgyhogy azt a mappal együtt fogjuk nektek adni. Reméljük, hogy szeretni fogjátok, a Vivis MTZ egyedi hangot ugye megkapta, ugye Batapali által, ugye ez az első olyan traktor, amit így igazából az ő hangjával megosztva, illetve engedélyével megosztva fogunk nektek odaadni. Úgyhogy hát használjátok egészséggel, amit tudunk, tudjátok, megteszünk érte, hogy jó legyen, a többi meg hát majd adja magát, hogy mi a következő terv. Nem tudom, van egy Petőfi TS-ünk, azon is dolgozgatok, állítólag osztva lesz, ezt még nem tudom, mert teljesen utána akarok én is nézni, hogy ez most honnan van, kitől van, mi ez az egész. Úgyhogy az lesz még, és tulajdonképpen ennyi a mai napi live-nak az eredménye, amit láttatok, illetve ez történt ma. Jó legyetek, búcsúzom tőletek, sziasztok, sziasztok, jó kiállás, köszi, köszi.